A Klassz FM bemutatja Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled habzik a szár, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán. Néztetek egy marsot? Én néztem, csak eltkarta a szomszédház. Nem néztétek? Egyébként néztem, csak nálunk az a baj, hogy nem lehetett látni. Nincs ki kellett volna, mert két utcát arrébb kellett volna mennem, és akkor tudtam volna nézni, de a vikingek jobban izgattak. Még fönt van? Ott van, még nézzétek. Igen, most a hold mellett van, emiatt nem vörös, viszont nagyon szép. Nagyon szépen adja magát. Teli hold van, vagy teli hold lesz nem sokára, egy kicsit nehezebb így most megtalálni, ugyanis ugye nincs sötétség az égbolton, de a közvetlenül a hold mellett van. De reggel van közvetlenül a hold mellett, vagy este? Nem, este van a hold mellett, és ez viszont visszavesz a vörös fényéből, aha, viszont ami a holdhoz most talán a legközelebb van, az a Mars. Aztának. Na ma este. De jó. Ma este addig nem le, amíg nem lesz Mars. Látom, érzem a hangotokban ezt a fajta érdeklődést. Na, hogy lemaradjunk róla. Mindegy, nézzétek meg, jó. Viszont, na, az egyik kedves hallgatónkat megkérted, Gyurit, hogy küldjön képeket a Páfrány utcából. Igen. Ról. Na most ő elment oda, és gyakorlatilag készített, azt mondja, hogy 2, 4, 6, 7, nem. 2, 4, 6, nem. 2, 4, 6, 1, 2, mindegy, 3. Mindegy, sok képet. Több képet is készített. És ezeken a képeken négy emeletesek láthatók. Te négy emeletesben laktál? Igen, négy emeletesben laktam. 2, 3, 4 emelet. 1, 2, 3, 4 emelet. Igen, 4 emelet. Na, meg kell csak számolni. Valószínűleg a játszóteret már elbontották, és ő azért nem találja. Na, mutatom neked a képeket, hogyha... Ez az. Ez az? Ez az. Már fel is ismerted? Hát valamelyik ilyenben, nem tudom, hogy Páfrány utca hány számban laktam. Igen, ez Pécset van. Igen, ez ott a játszótér. Ez az a játszótér? Ez az a játszótér. Itt felléztetek? Ott felléztünk azon a fura vasúton. De itt nincs is felle. Amit mások mérnek itt van felle. Az a fellehinta. Csak fellehintának hívtuk. Ez az a játszótér. Így na, van. Tök király. És nézd, apád labdája még mindig ott áll. Most már tényleg elvihetné valahol. Jó, adjunk neki egy ajándékcsomagot, mert mindenki. Megígértem, hogyha elmegy és csinál pár fotót arról a helyről, ahol laktam 2 évig, akkor kap egy ajándékcsomagot. Semmi bekönnyezés, semmi érzelem több a gyerekkorodról. Hát gyere, első 2 év. Na, miért az mi? Utána a lakóközösség kitagadott minket, kiraktak az utcára motyóval együtt. És ezeket ő elküldte, de rendes. Igen, nagyon jó fej. Nagyon helyes. Jó, adjunk neki egy ajándékcsomagot, jó, Laci? Adunk neki? Jó. Na! Várj, itt van egy felirat, hülye vagy Tamás, ezt még te is. Elkaplak Tamás, igen. Csipendél fiú szórakoztatta az idős otthon lakóit, akik nagyon élvezték a Pajzán műsort. Az egyik 85 éves néni fia azonban megtalálta a bulin készült képeket, és perli az otthont. Ugye történt, hogy ahogy kevésbé olvasott hallgató mondaná, vagy Jani, mert ugye nem tud angolul, a Long Islandi idős otthonban atya úristen, talált egy fotót. Nem úgy kell mondani. Van a Hidegországban. Igen. Szóval egy Long Island idős otthonban talált egy fotót a 85 éves anyjáról, ez a férfi, aki egy bulin éppen pénzt tömköd a fiatal férfi stripper alsó nadrágjába. Imádom, ez nagyon jó. És szerintem ez jó. Szenzációs. A férfi beperli az otthont, mert keményen dolgozó, tisztességes baptista anyja tisztátalanná vált a tánctól. Hát ezt a cikket egyébként a New York Post hozta le, nem is olyan régen. Hogy döntse már el a mama azt, igen, hogy a mama menekült sikítva, ezért a Csipendél fiú nem, elől. Nem. A fotón több minden látszik, maga a kép azért nagyon érdekes. Tehát egyrészt rózsafűzérek, keresztek lógnak a falon, de nem is ezzel van a baj. A mama egy szál Halloweenbe tömködi az egyébként ilyen Berki Krisztián felsőtestű Csipendél alsógatyájába a dollárt, az egy dolláros, vagy az 5 dolláros. Viszont ajánlom figyelmetekbe a képet hátul. A mama és a Csipendél fiú mögött fekszik valaki egy oxigénmaszkkal a fején szinte, keresztbe tett kézzel, 45 fokban megdöntött ágyon. Hát őt is betolták a bulira. Igen. Őt is betolták a bulira. És így, ahol ott valaki fekszik, valaki ül, zajlik a szórakoztatás, ahol a mama egyébként megvilágosodott állapotban tömködi a pénzt a Csipendél fiú alsógatyájába. Meglepő rutinnal. Meglepő rutinnal egyébként. Egyébként ez, figyelj, ez nem úgy,
ez nem, hogy úgy néz ki, mint a Berkeley Christian. Ez nem a Berkeley Christian. De egyébként tényleg hasonlít. Egy az egybe. De várjál, ha most én ott lakom, mint idős ember, meg igen? Ott lakosz te is, meg ott laksz te is. Ott lakunk három négy idős itt otthonban. Van, tök jó. És mondjuk a Ferin van a maszk már. Legyen így. Jó, jó, persze. És a Feri már csak gondolja, hívjadok csippendét. Hívunk hárman csippendét. Nem tehetjük meg az idős otthonban, ha belemegy. Igen. Ha belementek mind a hárman? Hát dehogy nem, megtehetjük és hívunk csippendét. Vagy mondjuk csajokat igen, inkább, azt nem? Igen, rajtam ugyan maszk van, de én tiltakozom a csippendél ellen. Legyenek csajok. Igen, inkább a Mészáros Dóri, mint a Berki Krisztián. Na most, ha mi hárman ott lakunk, és arról készül fotó, hát akkor kit érdekel, hogy majd a te gyereked, vagy a Virág, vagy a Soma, vagy a Beni majd beperli az idős otthont, ha mi ezt a bulit akar? Hát persze, nem? Utolsó jó bulink. Hát, miért akarják ezt tőlünk elvenni? Nem? Így van. Én azt gondolom tényleg, hogy a mama hagyd döntse már el, hogy mivel múlhatja az időt. De most komoly. Nagyon hát, jó hogyha őt, ha őt ezt szórakoztatja, vagy ezt hozza hangulatba, vagy ezt tartja meg az ő egészségét olyan állapotban, hogy még jövőre is tudja hívni srácokat, meg két év múlva, három évvel, hát akkor hadd csinálja már. Na most arra emlékeztek, amikor a nagymamátoktól kaptatok pénzt gyermekkorban? Hogy igen. Mit mondott a nagyi? Hogy mi, milyen sztereotíp dolgokat mondott a nagyi? Aranyom, ebből vegyél valami. Emlékeztek-e, kaptatok valamit? Aztán kotonra is kölcsi. Hát, ez mondtál, nagyon érdekes. Ezt, nekem azt mondta, hogy vegyek valami édességet. Igen, igen, vagy tedd el, spórolj a biciklire. Vagy spórolj a bringára. Vigd el, mint az apád. Tehát itt vajon a nagyi egyébként mit mondott? Tudta ő, hogy egy csipendél fiúnak adja, vagy azt gondolta, hogy valamelyik unokája kigyúrta igen. Magát? Vegyél valami édeset! Drága unokám! Nem, nagyikám, ez nem az unoka, hogy egy csipendél fiú. Tehát a nagyi vajon milyen kísérő dumával attól? De megnőttél alul felül. Amikor még én fürdettelek, olyan kis aranyos kukacod volt. Most ugye? Meg fél nap alatt se végeznék a negyed évvel. Na, azért meg fogom változott-e valamit. Nézd már, milyen fickós vagy. Szóval, hogy lehet, hogy most is hasonlóan adtál a nagyi, mint annó régen, hát, amikor mi a nagyinktól kaptunk egy kis aprót a húsvéti locsolás után, nem? Neked bedobta az alsógatyát. De ne a hajamra locsold ezt a szart, hanem ide a nyakamra. Ne a mellem. Spriccelje mellem. Már nem én a locsolásom. A locsolásom, nem tehát mi is. Szóval, hogy érted, hogy vagy a nagyi azt mondta, hogy bugyi pénz? Bugyi pénz? Mert ugye hát te bugyit raksz egy csajnak a bugyjába, az a bugyi pénz. Ha elmész, mármint ezt... pénzt rakok pénzt a bugyjába. Én bugyit soha nem raktam bugyjába. Én mindig igyekeztem megszabadítani, nem pedig még egy bugyival ellátni. Én mindig elvittem a Viki bugyjaiból egyet, és onnan... Azt még vedd föl, meg még ezt. És itt van ez a bunda is, és ez a gumicsizma. Az usákát se felejtsd el. Hú, de szexi vagy. Szóval azt mondta, hogy bugyi pénz? Igen. És odaadta neki a dollárt? Vagy azt mondta, hogy tényleg vegyél valami édeset a gyereknek, mert hogy nem, tudta, nem tudta, hogy... Ne, vegyél ruhát, hogy meg nem fázol. Fel aranyom, hát megfázol, így nem fűtje megint az idősek otthonában. Figyelj, szerintem ezek a nagyik szenzációsak. Tök jó arcok. Tényleg jár neki? Miért ne járhatna nekik most? Ez a fiú mind van felháborodva egyébként, hogy a nagymamája még lehet, hogy utoljára egy kicsit jól érezte magát. Nem? Ennyi. Szerintem tök jó hangulatba hozta, és valószínűleg erre még sokáig emlékezni fognak. Ha az egészségi állapotuk, igen, ha az egészségi állapotuk ezt lehetővé tesz, és nem izgatja föl őket nagyon a dolog, akkor miért ne? De ez hogy volt? Úgy emlékeztek arra a filmre, amikor ki az? A Jack Nicholson, meg a Morgan Freeman, milyennek a filmnek a címe? Bakancsista. A Bakancsista. Ez az angol, ez az eredeti címe, igen. Bakancsista. Nem, ezek magyar szavak, így külön. Nem lehet az angol cím. Ez a cím, hogy van. Nem csak, hogy ugye arról szó, hogy vannak kívánságok, és akkor mint ejtőernyő ugrank, már megnézik a Taj Mahalt, meg fölmennek a Himalájára, hogy ott ült ez a három helyes mammer. Neked mi van a listánon? Megnézegették, és az egyik azt mondta, hogy akkor legyen még három csipendél. Igen. Vegyétek már le a maszkát. Bugyipénz. Tegyétek vissza. És az egyik mammer azt mondta, hogy gyerekek, én még akarok egy csipendélt. Ott volt a bakancs listáján, behívta magának, megszervezte az idősek otthona, és elhívtak egy strippelő fiút. Amikor ő fiatal volt, akkor ez nem volt ilyen. Divat. Nem volt divat. Volt ilyen. Azóta hallott róla, miért ne próbálhatnák ki? Én mondjuk a kérdés az, hogy honnan hallott róla? Tehát, hogyha ők benn vannak egy otthonban, akkor ez egy elég széles csomag lehet, amiben vannak ilyen tévécsatornák is, hozzáteszem. Tényleg lehet, hogy tévében látták. Így van. Ugyanarra fizettek elő, mint a Juliék. Igen. Azt mondta, hogy nem kéne nekünk egy ilyen, és megérkezett. Figyelj, szerintem bármitől óriási hangulatban vannak, bármitől érzik jobban magukat, ez megengedett.
Na lányok, ma este mi legyen? Szókirakó vagy csipendél? Ja, ja, egyébként az EBC-nek az otthon ügyvédje, mert az otthonnak van ügyvédje, azt mondta, hogy maguk a lakók kérték, hadd hívjanak striptease táncosokat, és a bizottság szavazott, hogy ezt megtehessék. Tehát ezt a lakók kérték. Uh-huh. Tök jó. Nem? Tehát, hogy így akkor viszont semmi. Akkor azért totál demokrácia van. Igen. Márpedig, hogyha ezek idős hölgyek, ezek fizetnek azért, hogy itt lenne ebben az otthonban, akkor szerintem megszabhatják azt is, hogy mivel múlassák az időt. Mi legyen a kulturális program. Hát ennyi. Igen. Itt van velünk Tomi Boy, aki ugye Csipennél volt, és arról kérdezzük, hogy vannak-e hasonló élményei, vagy ő esetleg járt-e már idősek otthonában. Hello Tomi Boy, jó reggelt! Sziasztok, szép jó reggelt, sziasztok! Na, ugye te egykoron Csipendélként mulattad az időt, és kerested a pénzt, ugye? Igen, pontosan, jól mondod. Kerested a szőrtelenítésre való. Mennyi ideig csináltad? Hú, egy olyan 15-17 évet legalább. Az igen. Hát akkor abban lelked beleesett egy ivarérés is. Akár az is, és voltam, mert adatlan tizeket is voltam, millió-millió szituációval igazándiból, szóval egyszerűen brutális, hogy milyen helyeken fordultam. Na, egyet-kettőt ragadjunk ki, például hasonlóan, mint az amerikai csipendés, ez például idősek otthonában voltál? Vagy volt úgy, hogy 70-80 éves kis mamáknak kellett táncolni? Hát ha nem is idősek otthonában, de voltam olyan szituációban, hogy inkább az idősebb olyan 60-70 körüli hölgyekhez csapottam be egyszer. De az volt benne a legfurcsább, hogy egy nagyon-nagyon nagy szobának a közepén körbeültek engem, és én a kör közepén csináltam a műsort, és a pláne az az, hogy annyira felspanolták egymást a hölgyek, ezt hihetetlen komolyan mondom, hogyha ha ilyet valaki nekem mesél, sem hiszem, hogy úgy próbáltak valami letépni a ruhákat, hogy az már komolyan mondom, hogy az brutális volt. És körnek a közepéről, várjátok, a körnek a közepéről, pedig kimenekültem be a fürdőszobába, de akkor már alig volt rajtam egy pár ilyen leszakított ruhadarab, és szó szerint, most alákomolyan, fogtam az ajtót a fürdőnek a belséről, és tartottam, és ők meg be akartak jönni, hogy hadd nézzék meg a micsodámat szintóval. Én meg tartottam az ajtót, hát jó, hát ez a műsor itt most nem teljesen erről szó, mert köztudott, hogy azért nem szoktuk megmutatni azt a bizonyos dolgot, hanem azt kitakarva szoftosan exkluzívan megoldjuk. Tehát én nem tudtam ezt a dolgot, hogy kezelni, ezért berohantam és tartottam az ajtót, és addig kérleltek, hogy azt mondtam, hogy na jó, nézzük meg, hogy akkor egyesével is a hölgyeknek ilyen nagy a táj, és egyesével beengedtem magam mellé a fürdőbőket, nyilván akkor már lejjebb akadt az érdeklődésük, és ott akkor szembesítettem azzal, hogy hát itt most nem mutatom meg, csak én megnéztem én is, hogy így is marad-e a nagyon hatalmas tájék a hölgyeknek. Figyelj, egyébként most mi a menő? Tehát, hogy ugye régen mindig ez a nagyon elcsépelt rendőr, meg katona, meg ezek a dögunalmas ilyen szerepjátékok, amiből aztán ugye megérkeztél Mesztelerre, vagy majdnem Mesztelerre. De most mi megy? Tehát miért nincs olyan egy pókember, vagy egy nem rossz. Tényleg, vagy egy szupermen, vagy bármi? Vannak ilyen akcióhős figurák, a teljesen, abszolút, tehát ezek menők, ezek folyamatosan, ezek ilyen klasszikus slágerek most is, tehát, tehát ezek vannak és léteznek. Általában azt mondom, hogy az uniformista, azt mindig imádják a hölgyek, tehát ahogy megjelenik egy rendőrruhában, vagy akár egy Superman ruhában, vagy valami ilyesmi uniformisban, akkor nem tudom miért, de elolvadnak érte, bárhol is legyenek. Azért érted. Jó napot, hölgyeim, megjött a katasztrófa védelm is. Egy jó navos, igen. Figyelj, és ilyenkor pénzt is raknak az alsógatyádba egyébként? Amúgy ez inkább olyan Nike-klubos történet, és ha ott történik ilyen csipendél, és jó, az inkább oda jellemző. Nem nagyon szokott. Mondjuk volt már, hogy vittem srácokat, és kaptak valami kis borravalót, vagy valamit tudostak ott a hölgyek, de nem annyira jellemző. Aha, tehát ez... Meg hát itt van egy ilyen kicsit egy ilyen unokám, nagymama vonal, hogy egy tábla csoki. Magát kincsem. De volt olyan is, hogy direkt egy ilyen idősebb emberformát kértek, viszont nagyon fiatal lányok. Tehát volt, hogy vittem egy srácot egy buliba, egy lánybúcsúba, és egy ilyen idősebb formát kértek, hogy el legyen maszkírozva, maszkal, meg olyan ruhába, szóval annyira változó a paletta, hogy ellenkinnének, komolyan mondom. Hogy idősebb embert kértek? Hát
hanem úgy érte, hogy tehát egy ilyen idősebb állat legyen, idősúba legyen, botta beöltözve, nem tudom, volt valami aberrációjuk, nem tudom, de ilyet jöttek. Még én azért azt hallottam, hogy a csipendéleknél kevesebb pasi tud többet csajozni, tehát hogy azért jó a buli, akkor egy-két nagyon lelkes ügynök azért ott marad utána a buli után, tehát ott azért lehet aratni. Hát erről megmondom össze, hogy erről egyszer szerettem volna egy könyvet írni, mert ez durva? Ez nagyon. Ez olyan durva, hogy ezt el se hinnétek, komolyan mondom. Csak a Szalai Vivien nem ért rá. De mi, hogy ott maradsz, vagy hogy ott felajzott nők sikítoznak, és onnan tényleg bárkit? Vagy mennyivel durvább, mint amikor egy nő megy el táncolni, és ott van mondjuk 10 állatpasi? Na, szóval azt el tudni alapjaiban véve, hogyha egy nő megy el ilyen szituációban a férfiak közé, akkor a férfiak akármennyire nagy tájnak, akármennyire be vannak rúgva, vagy már bocsánat, soha nem lépnek át egy határ. Nem léptek át egy határ, tényleg, komolyan mondom, nem tudom, hogy ez miért van, viszont fordítva, a nők azok mindig is azt hiszik, és azt gondolják, hogy bármit megtehetnek, ez valahol benne van a vérükbe. És ha már nem úgy történnek a dolgok, ahogy azt ők szeretnének, akkor már ott felháborodás van, kellemetlenség, meg ilyenek. Szóval ott szó szerint olyan, mint hogyha kivinnénk egy nagyon-nagyon éhes emberek közé, egy darab grill csirkét és az asztalra középe leraknánk, és ott aztán azt rárohamoznak egy széjjel tépik darabokra. Szóval általában így néz ki egy ilyen csipendél show. Ki van fizetve, a miénk. Tehát, hogy a csajok durvábban nyomják egyébként. Ezt képzelem, öt sikoltozó őrjöngő nőnél, tehát az tényleg sokkal durvább lehet fellépni, nem? Igen, de ők azt, igen, és de ott azt is hiszik, és azt is gondolják a hölgyek, hogy itt biztos, hogy nem csak arról lesz szó, de tényleg olyan 80-90%-ban, hogy itt csak vetkőzés, hanem ott már akkor ott biztos több is, meg hát akkor jön az utolsó alkalom, hogyha lánybújtó van szó, hát a kis hölgyemény, hát akkor hát még utoljára akkor lehet, hogy még akkor félre léthetek, mielőtt még összenem. Na, tényleg van ilyen? Most nem kell konkrétan, de volt, hogy a leánybúcsús csaj előtte az esküvő, mint tudom én, 2 nap múlva, és azt mondta, hogy hát akkor most még hadd szóljon is egy csipendéles fiúval, igen? Ez majd, hogy nem alap, és most sokan hallják, de ez a helyzet. Tényleg. És a csipendél fiú meg azt mondja, hogy hát akkor teljesítjük, amit teljesíteni kell, nem? Hát egy feladatának érzi ezt a dolgot, inkább így fogalmazok. Hát a kötelességét végzi, tehát hogy érted? Istenem, tehát tényleg bárhogy csaljanak meg, csak ne egy csipendéles fiúval. Nem tudom, nem azért, mert veled van baj, hanem mert tényleg elmész, azt hiszed, hogy a leendő feleséged még bulizik egy jót, nem? Jön egy ilyen tarzanos tangában ugráló izomkolosszus, érted? És elkapja a leendő feleségedet egy fürdőszobába, egy mosógépre támasztva. Ha egy zakót akarsz varratni, akkor azt a szabóhoz viszed, érted? A profikra kell bízni. Bárki, csak ne a csipendéles fiú. De nem így van. Miközben nem, azt szokták itt elrontani, a lányokban, bocsánat, és szólok is most ezúton nekik, hogy ne fotózzam, hogy ne videózzanak, mert hát abból sok minden kiderül. Azt hinni az ember, hogy a pasik durvában nyomják, de hallgatva téged, tényleg látom magam előtt 10 öröngyönőt. Nem, hogy a csajok sokkal durvában nyomják. Tényleg. Hát, egy MÁV diszpécsernek se lehet egyébként izgalommentes az életedet. Hát, <kérlek. gül> De már természetesen nekem meg kell ezt viszont jegyeztem, hogy én abszolút monogám típus vagyok, és én melletted, anya? Hány jövendő feli feleséget tettél boldoggá, Tomi? Mondj egy számot 100-tól 1000-ig. Csak a melló. Ez inkább a műsoradáson kívül, jó? Szép történetek lehetnek. Köszi, Tomi, vigyázz magadra, ciao. Szívesen, további szép napot nektek, sziasztok! Hello. Azt gondolná az ember, hogy az a nő, akinek megrendelik, az általában szenved, hogy oda jön egy ilyen kigyúrt pali, nem? Én már a férjemmel szeretnék lenni, és persze, itt van ez a csúnya test, fúj! Jaj, de hát Tominak is csak a meló, tényleg hazamegy este, meg nem ilyen, ne is kérdezz szívem. 6-23 éves, aki holnap férhez akar menni. Igen. De most olyanok voltak, mint egy halálra ítélt nymphomániás. Muszáj volt megtenni. Úgyhogy ma korán is fekszek. Mert holnap 2 ilyenre megyek. Te is bírod őket, Juli? Már hogy a csipendéleket, úgy értem, hogy nekünk volt, vagy nekem volt a lánybúcsomon Józsi, vagy János. Józsi, vagy János. Hogy hívnák mások, tudod, véletlenül se Kornél, vagy Krisztián, vagy Noel, tudod, persze, hogy Józsi. Józsi, hát Józsi volt, vagy János, valami is, mint Józsi, de nagyon-nagyon rögtünk rajta, nagyon ciki volt. Leültettek minket a buli egy adott pontján, mert dupla. De mi többen voltatok lánybúcsosok? Igen, mert rajtam kívül volt még egy mennyasszony, úgyhogy ketten ültünk, és ez csak megjelent egy, hát körülbelül olyan magas volt, mint a Jani.
Tehát, hogyha fölálltam, akkor nálam... És kapitánynak volt ő. Azt már nem tudom, csak az azért nagyon pontosan megvan előttem, hogy ülök, és ilyen körülbelül arcmagasságban volt a tangája, ami ilyen tigris mintás volt. Ez a tigris minta, ah, imádom. Egy pincelyiségben voltunk, rettenetesen izzadt a csóka, és nekem hát így magára húzta a kezemet, és így taperolnom kellett, miközben így hát csúrgott róla a veríték, és kusztustalan volt az egész, és ilyen mókákkal is összekötötte az egész fellépést, tehát például beállt mögém, és akkor tudjátok, van ez a hosszú lufi, amit így fel kell fújni hát. Ja, igen. És ja, berakta a lábam közé, és akkor elkezdte így fújni, és akkor emelkedett ja, az a lufi a lábam na, között. Ez a kínos. Na, ez halál a kínos. Kínos volt, majd amikor véget ért az előadás, akkor egyszer csak visszajött felöltözve, leült hozzánk az asztalhoz, és elkezdett mesélni a volt barátnőjéről nagyon szomorú. Az úr mentsen meg egy megzuhant csipendélestől, aki utána kijönti neked a lelkedet, nem? Jaj. Szóval ilyen borzasztó kínos volt az egész. Aztán a másik barátnőmnek is rendeltünk, őt egy buszra rendeltük, mert egy buszon volt a leánybúcsú, és ott állandóan leállt a zene. Úgyhogy amikor azt láttad, hogy már nagyon kezdett beindulni, már nagyon dobálta magáról a cuccat, akkor megállt így a zene, és hogy behalt így a hangulat. És akkor így egyik állt egyik lábáról a másikra, a fiú kicsit zavarba volt, akkor megint elindult. De egyébként megállt. Női szeme jó palik? Tehát, hogy izmos, kigyúr, táncol, jól táncol, ezt tetszik? Én számomra inkább kínos az, hogy valaki beletolja az arcomba akármiért. Tehát, hogy az egész szituáció valahogy nagyon kínos. Tehát, hogy ott van egy tényleg ember... miért kell mindig tarzanos tangában lenni? Nem? Igen, tehát, és a vége az egész produkciónak, hogy fogja, itt hátul valahogy kikapcsolja, így letakarja a kis csomagot, és kirántja alóla. Igen, és egy kézzel ugye takarja a csúnyáját. És utána, nagyon szánalmasan így ki egy gombarra. Úgyhogy közben fogja. Tértem, mert oda kellene egy, nem tudom, egy függöny, ami összecsukódik, és akkor nem lenne ez olyan ciki, de utána akkor fogja, összeszedi a cuccait. Tatyog kifelé. Egyébként miért nem mutatják meg? A csaj levetkezik, miért nem mutatja meg? Mert kicsi? Vagy mert nem merik? Vagy ettől fokozod a hangulatot, hogy nem láthatod? Hát nem, igen. A csajok azok leveszik, nem? Már a csajok leveszik. Le? Hát a le. Hát állítva... Mi mindig pasikat hívtunk, basszus. Nehogy. Nem tudom, nekem még soha nem volt ilyenem, hál' Istennek. Nem egyszer volt. Nem, egyszer volt. Nem volt legény búcsúd? Egyszer, nem volt. Na, ha elveszed újra a mónit, én csinálok neked volt. Egyet, jó? És legény búcsúm volt? Hány évente lehet újra házasodni? Már nyugodtan, már benne van. Nem beszélhetek erről. Nem volt, már elfelejtettem minden. Jó, ha újra házasodtok, akkor ennyi a legény búcsúd. Jó. Jó? Vesz ott minden tofu, szejtán. Ne is sorold. Akkor már a lányok se kell. Rántott patisson. Ne is mondd, francia kréme. Avokádó krém. Mindent hozok neked, amit szeretsz. Szóval nálunk Józsi senkit se csinált meg. Azt Józsi nem? Hát de Józsi egy érted? Hát egy szomorú szakítás utáni csipendéles fiú volt. Most gondolj el. Nem akart berángatni a fürdőszobába? Nem de volt nem ilyen? Is, nem? Nem meg szakadt róla a víz. De hát az egész szitu... Nagyon... de hogy is nem. De és akkor hova viszed? Tehát te ott vagy egy csípendél, és akkor ott felajánlkozik neked a mennyasszony, akinek egyébként a vőlegénye lehet, hogy már mint otthon fekszik. Hátra mentek a rekeszek mögé. és ott kapod el a mennyasszony, érted? Hát múltban voltam is. Valami ugyanilyen pincehelyiségben, ott legény búcsú volt, és ott úgy volt, hogy hát a tánc végén a két csaj. De oda téged hívtak. Nem, sajnos nem. Kiszaladt, és ott állt egyszer semmiben, és akkor volt valami kis öltöző, ahova beszaladt. Úgy tudom elképzelni, hogy utána megy a csipendél utána a csaj, becsukja maga mögött az ajtót, és azt mondja, hogy na, akkor... De így kergetik egymást, mint a reggeli tornának a fő címében. Mondjuk annál tényleg kevés megalázóbb van. Mindenhogy megalázóan megcsalnak, de amikor a legény búcsúdon vagy a lány búcsúdon csalnak meg, nem. Tehát most a csípendéllel. Tényleg megvan, hogy egy sörösszel kezdnek támasztanak, és a csípendéllel lép félre. Az a nő, akit egyébként te másnap oltár elré vezetsz. Viszont a haveroknak egy életfogytig tartó sztori. Vagy a barátnőknek. Igen, aki tudja. Morning Show! Együtt ébredünk. Morning Show. Sebesti Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show! Le kell vennünk az átkot a Benficáról, nem? Ennyi. Vállaltuk valamit, meg is tehetjük szerintem a dolgot, mert ugye rendelkezésünkre áll, a segítségünkre lehet egy olyan ember, akinél átok levételre jobban nem alkalmaz senki. Igen, ezt tudod? Vagy... Hát ő már többször járt nála. Igen, az, hogy nem tudnék én sem más hívni. Ugye a Benfica átokról beszélgettünk. Pontosan a Gutmann átokról, ugye? A Gutmann átok, igen. Ő egykori sikeredző volt a Benficánál, nagyon sok, nagyon szép győzelmet köszönhet neki a csapat, illetve a közös munkának, de aztán, amikor egyszer ő fizetésemelést kért, illetve prémiumot, egy meggyőzelem után, akkor nemet mondtak neki,
vagy legalábbis megígérték, de aztán nem lett belőle semmi, és ő ezért megátkozta a csapatot. Igen. Szegény, hát egyébként megérdemelten, hát ha nem voltak vele korrektek, nem? De hogy egy jó edző volt, és sikereket ért el, és nem fizették ki, hát az nem egy szép dolog, nem? Hát úgy kellett nekik. Hát ezt a kis pénzt sajnálják, vagy sajnálták. Hát most már igen. Most már kifizetnék a sokszorását is, mert hogy úgy látszik, az átok bejött. Azóta ugye nem nyert európai kupát ugye, a Benfica? Így van, 8 döntőt buktak el eddig. És mi az átok, hogy 100 évig nem fog nyerni? Igen, azt hiszem azt tette rá, hogy 100 évig nem nyernek semmit. Igen. Ez mikor történt? Mert, hogy ez csak 62-63 környékén valahogy így. 62-ig semmi. Semmi. Ti hallottatok már olyat, hogy valakiről levesznek egy átkot? Valaha? Amit a szomszéd rád rakott, vagy a barát rád rakott, vagy egy ex rád rakott. Hogy néz ki egy ilyen átok? Össze kell tépni a fényképét, vér kell, és összetörnek egy tükröt, kell két hajszál, amit elégetnek? Vagy nem hogy rólad néz ki? Kell, nem rólad, nem jó. Hát te vagy megátkozva. Igen. Elmész a látok levevő emberhez, akkor nem az saját képedet tépeted össze, hanem azért, aki rád tette az átkot. Tehát tudni kell, hogy ki teszi rád az átkot. Ha? És annak a fényképét kell összetépni. És igen, bele ilyen csirkeláp, meg ilyenek? A biztos. Meg hogy hívják, mit tudom én. Ökörvér. Ökörvér, az kell bele? Meg macskafarok. Nőstény, sakál, epéje. Az is nagyon jó. Pókszárny. Figyelj, én jós lennék, én csak ilyeneket mondanék. Szerezd meg igen. Egy fekete özvegy potrohának egyik szőrszálán. Csak ilyeneket. A komodói varánusz bal szemfogának, a lyukas szemfogát. Tehát csak ilyeneket. Hát akkor vagy hiteles, ha minél nagyobb baromságokat mondasz. Sikerült megszerezni? Nem sikerült közelébe kerülni akkor nem tudom egy rossz fogsorú komodói varánusznak. Hát akkor így járt. Akkor sajnos nincs átoklevétel. Mennyibe kerül egy ilyen átoklevétel? 5 plusz áfa? 10? Plusz hát. 8? Áfás? Nem áfás? Szerintem nem áfás, ahogy ismerem az iparágat. Hát milyen tevékenységi körről lehet számlátani? Egyéb bűvészeti tevékenység? Vagy mi van? Mi az SZIA szám az átok levételnek? Bűvész. Illúzionista. Illúzionista. Hát erre ne, de én nem hiszem, hogy olyan van, hogy... Honnan tudom, hogy valaki engem megátkozott? Tessék, hát... egy exem tett rám átkot. Én azt honnan tudom? Az egyik exem megátkozott. Tudnom kell? Vagy egyszer csak az átok majd életbe lép, és onnantól kezdve... Nehéz megkülönböztetni, mert picit hasonlítanak a következmények szerintem egy agyvérzéséhez. Ugyanaz. Tehát, hogyha egy picit, mit tudom én, a jobb oldalad, vagy a bal oldalad egy kicsit megfárad, vagy ilyesmi, vagy őszbe csavarodsz, pedig még tegnap dús fekete, vagy sötétbarna szőrzet volt a fejeden, vagy elkezd hullani, vagy ilyesmi. Tehát vagy... hirtelen elkezdek kopaszodni, akkor megátkoztak? Hogy nem leszel már potens, egyik napról a másikra ez a dolog így elmúlik. Akkor megátkoztak. Hát igen, vagy már, hogy tudom én, a 20. léptetek. Na. Akkor átok van rajtam. Hát mondom neked, mikor tudsz átkot levetetni. Na. Egyes pont, ha te kértél fel valakit, hogy végezzen el számodra egy mágiát, de már nem akarod tovább a varázslat hatását. Kettes, ha tudod, hogy valaki szerelmi kötést rakott rád, vagy átokkal sújtott. A hármas, ha nem tudod, hogy irányul rád ártó vagy megkötő mágia, de a következő állítások közül három vagy annál több igaz rád, és akkor itt vannak a... Igen. Aha. Mostanában semmi nem úgy sikerül, ahogy eltervezted. Hát a Benficánál ez megvan. A Benficánál ja, meg, igen. Fáradt vagy, ha igen. Tudsz is aludni, nem ébredsz pihenten, ez viszont rád... Ez van, mi 3-5-ig minden reggel fönt vagyok. Simán. Gyakran vagy letört... Nem? Vagy nem vagyok letört, nem. Nem letört tudsz lelkesedni vagyok. Azokért a dolgokért, amik eddig felvillanyoztak. Sokszor vagy kiállhatatlan kötekedő. Igen, pénzszámolás, igen. ez sokszor vagy kiállhatatlan kötekedő, ez a ma reggeli cirkuszod. Miért? Hát mert hangot mertem adni a véleményemnek, hogy milyen szörnyű előadást láttam a cirkuszban. Hát most ez miért? Azt kell csak mondani, hogy milyen jó volt. Hát nem vagyok kötekedő. Csak elmondtam, hogy mindenki megpróbáltam lebeszélni arról, hogy ezt az előadást. Nem, Feri, ne csináljunk úgy, mint hogyha nem tudnánk, hogy... hogy a leghírhetebb kötekedő az egész médiában. Most miért, mert a Bazán Family és a Duo Capillar egyébként... Hát ez a Duo Capillar átvágott engem, mert a levegő akrobaták Kubából azt írni, hogy kette lesznek, és a Duo Capillar egyedül volt. Hát ezt nekem el kellett mondani. Jó, mondom egyébként akkor... Richter Florián nagyon jó volt. Mondom akkor a mindent megdöntő bizonyítékot. Igen? Ma ugye 5000-et vesztettél, a pénzügyeid rosszul alakulnak. Akkor ez lehet, hogy az. Jó, hívjuk fel Frabatot. Nézzük meg, hogy veszi ő le a Benficáról az átkot. Tehát csak jövőre tudjuk meg, hát ilyet nem játszanak minden hónapban. Mi van? Mennyi? Átoklevétel az eset súlyától igen? Függően 30-tól 150 ezer forintig. Hopszi! Ne, hát akkor ezt Frabato megcsinálja nekünk. Megcsinálja nekünk ingyen? Persze, hát ez... Csak most... is szívességből. Mert hát ő is sportolt régen,
aktívan. Jó, de akkor innentől kezdve figyelni kell a Benficát, és bármilyen európai szereplésük van, néznünk kell, hogy működött. Jó. Jó? Jó. Tehát, hogy jövőre, ha megint oda jutnak, akkor azt néznünk kell, ugye, hogy odaére a Benfica. Benfica drukker leszek, ha ez kell hozzá. Jó. Na, hívjuk fel a Frábátot. Jó? Csörögjünk rá. Jó ez a Benficának, hogy mi most leveszük ezt az átkot? Hát szerintem igen. Örülni fognak neki. Nem, ez a Janinak igen? lesz jó, mert tud fogadni most már a Benficára nyugodt szívvel. Én a következő kupa döntőjükön... Fölteszel egy 520 forintot. Egyébként igazad. Most 5-12-t tettem föl a Dortmundra, az nem jött be, de egy 5-20 nekem. Nekem megéri. Frábátó vajon érzi, hogy hívjuk? Hát vicces, tudja, nem? Hát ő bele se szó, hogy mert azt mondja, hogy tudtam, hogy hívni fogsz. Ha másodon nem a telefoncsörgésből sejteni fog, hogy valaki beszélni akar vele. Igen. Itt van Frábátó, hello, jó reggelt! Jó reggelt, jó szurkolás, sziasztok! Hello. Szia! Tudtad, hogy mi vagyunk mi? Igen, valahogy megéreztem. Egyébként figyeltem a rádiót, most nagyon sok igazságot mondott a Feri, a fele igaz, a fele nem. Na, Louis Pátre honlapjáról olvasta, igen. Csak mondom. Na, azért mondom, a fele igaz. Konkurencia honlapjáról olvasta, úgyhogy vigyázz. Nagyon jó. Tehát ilyet eleve nem írunk le, hogy működik egy rontásfelvétel, mert az már nem jó. Én, mint ez a Gutmann, ezt nagyon, nagyon figyeltem én is, a CNN vele foglalkozott. Tehát mekkora király, a mesternek hívom most már, a CNN-en ezt a hírt láttam a tévében, hogy a Gutmann átok működik a Benficánál. Egy olyan ember, aki meghalt, az még mindig a neve fennmarad, és mindig az átka működik, ez egy olyan dolog, ami kihívás. Már hogy neked? Nekem, hát igen, minden szakmodellének. Hát így van, így van. Összecsapsz nagyon. Hát nem szívesen, mert ha jól tudom, akkor ő meghalt. Igen. Tehát a halott ember, tehát az átok levételén az a fontos, hogy éle még az illető, aki rád tette, vagy meghalt. Ha meghalt, akkor sokkal erősebb. Oh. Ha halál után működik az átok, akkor egy olyan valakivel harcolsz, akinek már csak a lelke van itt. És ez veszélyes. Aha, húha. Ajjaj. Rátok nézve, mert ti fogjátok levenni az átok. Ja, azt hittem a Benficára nézve. Hát most mi nem akarjuk bántani Gutmann urat. Nem, tehát amikor a foci csapat, volt egy nagyon érdekes, Haiti ugye a vudu szertartásokban nagyon erős, volt egy foci csapat interneten nézettek után, ez megtörtént. Fölfogadtak egy varázslót az ellencsapat, hogy nyerjék meg a meccset, és a meccsen egy villámcsapásért a 11 játékosból 8-at. Leállították a meccset, és olyan volt a szabály, akkor egy gólal vezetett az ellenfél, ők nyerték a meccset. Ez különben megtörtént esemény, sporteseményeknél nagyon sokan ilyen varázslót használnak. És a magyar focival nem tudsz valamit csinálni? Föl se vállalom. De ezt a dolgot nem vállalok. Valami, hát figyelj, hát biztos, hogy nagyon sokan meghalálnak neked. Kicsit lendítenél a magyar futballon. Na most mit csináljunk? Hogy vegyük le ezt az átkot? Tehát mindenféle gyertya van nálatok esetleg? Egy fehér, piros. Gyertya? Mi van? Nagyon fontos. Aha, fehér gyertya, a szín számít. Számít fehér a szín? Fehér van, piros, igen. Mi mert a kettőket? Hát az jó lenne, ha kettő lenne. Figyelj. Ha egy van, akkor mást kell csinálni. A Balázs kocsijában van gyújtógyártya, hogyha esetleg az... Ez én behozom. Hozhatja nyugodtan, csak akkor az autó lehet, hogy le fog égni. Tehát kiszerelem. Van. Nyugodtan. Csak a gyertyának az a lényege, hogyha egy halott embernek a halott emberrel harcolsz, mert ez igazából harc, akkor valahol megégeted, ahol meggyújtod a gyertyát a kanóztól lefele, az egyik oldalra, egymással a betűket, rákerül a Gutmann nevet. Aha. Tehát a rontás, az átok feltevőnek a nevét, a másik oldalra pedig azt, ahonnan meg akarod szüntetni. Ha vele szembe lévő oldalra felirat, hogy Benfica, persze nem fonatikus. Na most várjál, a pirosra írjam, vagy a fehérre? Van már gyertyát. Van két gyertyátok? Van egy piros, meg van. Egy fehér gyertyát. Akkor változott a műsor, akkor csak a fehérre írod a Gutmann nevet, a pirosra írod a Benficát. Aha. Egymás mellé rakod szorosan a két gyertyát. Két tével írt a Gutmann úr? Igen. És az N igen, mennyi? Igen. Két N. Két N. És Feri, a másik oldalra akkor írd rá, hogy SL Benfica. SL, ezt is kell? SL Benfica, igen, mert ez a hivatalos neve. Így van. Benfica. Így jó, és ahogy hívják ott most a csapatnak a neve, Rodrigo Moreno Machado. Az nem kell, mert az a fehéren van a Gutmann, a piroson az SL Benfica. Egymás mellé rakjátok szorosan a két gyertyát, először meggyújtani a fehéret, aha, utána ugyanavval a gyertyával, vagy a lánggal, hogyha öngyűjtő a pirosat, igen. És ahogy ég a két gyertya egymás mellett, ahogy összefolynak a gyertyák, úgy szűnik meg az átok. Igazából ezzel, aki az átkot feltette, azt
jobb irányba tereled, megbékíted. Aha. De most várjál, aki, egyszerűbben. Fia, aki meggyújtja, az jár a legszarabbul? Mert a Feri gyújtja nyilván, egyértelmű. A Feri kezében van az ő gyújtja meg a Feri. Hagyjátok a Feri. Szerintem is legyen a Feri az, aki meggyújtja. Ha bármit elrontasz, akkor áthúzod magadra ezt az átkot. Nem gyújtom meg. Nem gyújtom, én hiszek benne. Mibe? A frabátóba. Mi az, hogy mibe? Kibe? Nem tudod elrontani. De várjál, az egyik te a mécses, Maximum annak tenyer, izé az oldala. Nem nyersz többet szakácsversenyt, Feri. Várjál, ne roncsátok. Nem, leveszem a róla ezt a izét, ezt a rohadék. Csak mondom, az egyik egy te a mécses. Azért. Az nem jó. Miért nem? Jó az, jó az. Vedd le a fémet. Jó az. Figyelj, majd ez most egy olcsóbb kiszerelés lesz. Ennyi. Mikor játszik újra Európai Kupát? Jövő évben? Tudjuk megnézni, hogy működött-e a dolog, ha játszik. Jövő évben biztos, hogy nem fog BL-döntőt játszani. Jó, kivette? Várja, miért nem? Miért biztos? Azért, mert egy rontásrevétel után egy megvonsz egy bizonyos energiát az illetőtől, a csapattól, jó, vagy bármitől. Ja, persze, és fáradékonyabbak lesznek a játékosok, mi? Milyenkor a fű is csúszik, tudom. Na figyelj, kivettem a várját. Kivettem a te a mécsest a izéből, a Tokiából. Úgy a Tokiából. Na. Jó? Így van. Így jó. Összefogom, összeér a két gyertya. Előbb megnyújtom a fehéret, aztán a pirosat, és a pirosból átfolyatok a fehérre, az jó lesz? Nem, egymás mellé kell rakni a két gyertyát, és ők maguktól elintézik. Az tök jó. Az tök jó, onnan, onnan meg is, egymás mellett. Így, egymás mellett, jó, és hogy összefolynak, úgy szűnik meg ez az átok. Ha nem folynak össze, akkor nem tudtad megszüntetni. Mindenféleképpen átszállt, tehát a Ferivel ne foglalkozhatok. Nem, gyújts már meg. Nem gyújtom, gyújts meg, te itt van, akkor tessék. Ne gyújts hogy meg. Hogy lesz én érzéketlen, basszus? Már a 60-as évek óta várnak egy normális kupagyőzelmre, gyújts már meg. Gyújts meg, te, én nem gyújtom. Tudod, hány rajongója vannak a de csapatnak? De rám fogsz állni, figyelj, hát rám ne szálljon. Egy vagy ők meg vannak, vagy 78-ban ezer. Jó, majd én mormolok. Az életed. Mi nem, az én életem semmi baja nincs. Na, én is össze a két gyertyát, tessék. Nekem mormolni kell valamit? Jó. Nem. Semmire nem szabad gondolni. Úgyis tudjátok, hogy miért ég a gyertya. Aha. Tehát az benne van a fejetekben, ez a gondolat, ez kimegy a gyertyát. Benne van a kanót. Én megmondom őszintén, egy picit csalódott vagyok. Semmi varjúháj, vagy hogy hívják. Tényleg, őszgerinc csontra, vagy semmi? Elméletileg azért mondtam, hogy lehetett volna ezt egyszerűbben, mert ha jobban hitt volna a vezetőség ebbe a átok levételbe, akkor vagy ki kellett volna az élőt engesztelni valamivel, akár pénzzel, vagy jó szavakkal, vagy valami, de ha meghalt, hogy az átok ne ilyen hosszú távon működik, a sírjánál kellett volna csinálni egy műveletet. Itt már, amiről beszéltek, hogy kakasvért folyatni, vagy aha, bármit, ezt igazából ennek rengeteg módja van. De az ott, jó a az... kakasvér, ugye? Csak akkor, ha fekete kakas. Világos. Hát de jó. Hát egy albinó kakasznak ki akar már véret. Annak persze, semmi értelme az albinó vérnek. Gyújtsd meg, Jani. Jó, meggyújtom. De egy lánggal. Tehát... Figyelj, te csak szerencsésebb lehetsz, ha, tehát, hogyha bármilyen átok ez... átszárát, tehát nem fogod neki a vonatot, időben odaérsz majd. Jó helyre megy. Figyelj, a vonat, ahol felszálltál. Most mit veszítetek, 100 évig most nem nyerek semmilyen európai kupát. Nagy ügy. Na. Érted, na, jó van. Okay. De akkor biztos nem kell semmi hozzá. Örös, rendben, ondó, semmi. Jó, mert még azt talán tudnánk szerezni a hangától. Vadíthatjuk a dolgokat, ha ennyire benne vagytok, de hát... Kellenek ezek a dolgok, de ez most, majd a második fog. Na most figyeljenek a Benficánál, jó? János Vadon. Erre a névre kérem szépen majd a 4 jegyet kérek. Így van. Mivel Balázsik ebben most nem vesznek részt. Micsoda, én raktam össze, én szabadítottam ki a fehér gyertyát. Én írtam rá, hogy Benfica. 100 évig nem fog nyerni kupát, Európa kupát miattad, Feri, mert te gyáva voltál meggyújtani. Na figyeljetek. Egy lánggal kell, előbb a fehéret, ne! Csak ne üvölt se, légy szíves. Én leszel, halkítanom magam, megőrülök. És a Manésban! Biztos, hogy van jövő, de a fővárosi nagy cirkusz fölvesz majd a Manésba. Meggyújtottam a fehéret. Igen? Jó, és most gyűjtsen meg a másikat is. Most igen? Már ég mind a kettő. Jó. De most így lemaradtam a neveket, ráírtátok? Rá, akkor, hogy nem. Akkor jó, hol akkor tökéletes. Figyeljetek, össze van érintve, és szerintem lehet, hogyha most például edzenek a Benfica játékosai, egyre könnyebbnek érzik a testeiket, a végtagjaikat. Hú, de könnyen szaladok. Hú, nem savasodok el olyan gyorsan. Hoppá, ez is bement. Ez is bement. És ha rosszul sikerült, akkor... Más bajuk lesz. És most mi van? Átszáll arra, aki meggyújtotta a gyertyát? Nem. Reméljük, hogy nem száll át. Ez nem majd kiderül szállat. A következő pár hétben, de nem száll át. Miből igazából... fogjuk tudni, hogy Jani van a Gutmanátok? Tehát, hogy nem tudok egy egyeneset rúgni a az igazság, hogy... Jobbra fordul az élete, vagy véletlen eléri az 50-es villamos? Vagy nem, az igazság, hogy a Janin annyi átok van, hogy teljesen mindegy nekem, vagy még egy Gutmann átkot is fölvesz, vagy nem. Tehát teljesen mindegy. De nyújtass meg 10 plusz áfáját leszeded róla.
Azért még nem. Hát, azért még nem, azt akartam. Ugye? Ez annál komolyabb dolog lesz. Figyelj, Feri véletlenül elírta, és azt írta rá, hogy Music FM. Én azért a Torgeles Anyi nevét belevéstem oldalra a piros gyertyába, ki tudja, hát a leigazolja Benfica, érted? Jó. Tudom, de lehetne csinálni, kipróbálhatjuk meccs előtt, ha van valami fontos meccs, tehát nem egy mit tudom én, hanem tényleg valamikor bejutunk valami magyar csapat valami olyan elődöntőbe, vagy valahol. Az a következő 10 évben, akkor ebből azért mondom ezt, mert másból élek, tudod? Azért gondolom, ebből éjjel halná. Figyelj, Reált majd játsszuk már meg, jó? Mert szeretném, ha megnyernék a BL-t, jó? Nem csak azért, mert hogy esetleg fogadok a Ferivel, de hogy... Reálra. Nem? Így van. Jó, megcsinálhatjuk. Jó, mondd meg majd, hogy hány gyertya kell hozzá, meg milyen más dolgok. Ahhoz pont nem gyertya kell. Tehát az a jövőképet irányítod, ahhoz nem gyertya kell. Hanem arany sakálszőr, vagy mi? Csincsilla bunda? Hát, hogyha van. Nem, tehát mindenféleképpen, ha annyira komolyan gondolod, akkor a saját véredet kell áldozni ahhoz, hogy sikere, ugye főleg ha anyagi haszonszerzés céljából. És tehát mondod, hogy fogadást kötsz erre az egészre, akkor nem kell így a torkodat elvágni és így egy liter vért áldozni, egy csepp vér, megszúrod az ujjadat, megvan ennek a módszere, mert igazából kérsz valamit az Istenektől, anyagi haszonszerzés céljából, felhasználsz erre valakit, akár egy csapatot, egy embert, vagy bárkit, valamilyen szinten áldozatot kell bemutatnod. Uh-huh. Csak kell hozzá még lábatlan gyík szemfoga. Vannak nálam ilyenek. És adok egy cseppét, és megteszem a tippixen a Reált, akkor jó vagyok? Hát azt lehet, hogy hülyeséget mondasz, de jönnek ebbe hozzám. Tényleg? Persze, jönnek ebbe hozzám, de mivel én vízilabdás vagyok, és éljenek a vízilabdások, én inkább a vízilabdával foglalkozok. Uh-huh. Vízes sportok. Aha, az Egerre fogadott most legutóbb valaki? Szerintem nem, de ott volt sem. egy edzőváltás, ugye? Ez nagyon-nagyon-nagyon negatív visszhangot keltett, és az Egert azt most rendbe kell tenni. Aha. Igen, igen. És te is ezzel magyarázkodtál. Az edzőváltás nem volt benne, srácok. Igen. Ha valamit kell találni. Na jó van. Oké, Frabátó. Jó, ezt megcsináltatok, akkor ez jó. Meg, ég a jó. Két gyertya. Jani van az átok. Igen, nem kellett volna már most meghalnia? Kicsit vérszegényék ez. A Janinak adjátok majd meg a számot, hogyha tényleg problémát tudjon hívni. Jó. Oké. De te nem teszel átkot senkire, nyugtass meg, nem? Nem. Én a levét elegen tesznek, bőven megélek a levételből. Jó. Tehát Louis Padre nem miattad lett cukros. Nem. És legyen cukros a Padre. Életed végig csak egy aranyért párnát. Nem szabad rosszat kívánni, mert akkor visszakapod. Na jó, jól meg lehet ebből élni, Frabátó? Ha mit mondjak, testvérem. Hát azért fussa, nem fussa. Kasírozunk. Ha jut is marad is. Ja, Isten, hát figyelj, jól csinálod. Hát vannak ilyenek, ezt csinálni kell. Jó van, köszönjük szépen, vigyázz én magadra. Én köszönöm, sziasztok. Ciao. Hello. Hű, de bátor vagy. Igen, csak 3 betűs autó, de nem a UAZ. Óriási gyerek is, és van, aki ezt elhiszi. Nagyon jó. Na jó van, kicsit fura, hogy még életben vagy, nem kellene már, hogy halott legyen? Egyébként Feri, nézzük már meg az órát, hogy mennyi van még hátra. Tényleg. Mert most lehet, hogy ezzel még tetésztem itt a dolgokat. Várjál, hol van a Wonderclock? Indítom is, kérlek szépen. Ajjaj. Na mennyi? Ajjaj. Már meghaltam? Doktor mondom, úr, hogy nagy a baj? Már nem él. Oh. 0-0. Akkor ez volt az a szak. Nézd meg, minden nullázódott. Passzus, nem lehet, hogy van rajta egy pauz és véletlen megnyomtam? Mert akkor mutatná az így. Na, viszont ez egy tök jó hosszú távú kísérlet volt, bebizonyítottuk azt, hogy sajnos ez a dolog, ez nem. Jó, neked meg már úgyis mindegy, mert itt fekete mágiával szórakozol, úgyhogy átoklevétel, ez az gyertyagyújtás, majd csak figyelj. Én kóstolok. Haiti egy... magyar kettős állampolgár leszek a végén. Kimész és elüt egy autó, amit tolnak, tudod. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Módja van a turisták lehúzásának. Ez Magyarországon megy, hogy ez egy magyar ötlete, azt nem tudom, minden esetre az ötlet szenzációs, ami arról szól, hogy vannak ezek az elég furcsa, ilyen pantomimes lények, ugye azt, hogy Magyarországon most engedik-e, vagy területfoglalási kell, hogy legyen, vagy nem, azt nem tudom, de ha jársz Barcelonában, Amsterdamban, Münchenben, a festői Münchenben,
Ott is voltak. De a festő Münchenben is. Ugye közterületeken állnak az úgynevezett ilyen pantomimesek, és hát vagy fekszenek, vagy mozdulatlanul csinálnak valamit, néha ijeszgetik a járókelőket, és utána kalapoznak. Ez ugye egy bevett szokás. Ennek a legdurvább verziója az volt, amikor láttam egy olyan installációt, hogy a pali a levegőben feküdt, és valahogy lógott lefelé a lába, de ő feküdt. Ezt talán Madridban láttam. És nem tudtuk, hogy mi alapján rögzítették oda, mert nem volt semmi. És úgy nézett ki, mintha a levegőben feküdt volna, szenzációs volt. És valahogy be tudtál menni alá, meg körbejárni, de nem jöttél rá, hogy ő hogy van oda rögzítve. Brutálisan sok pénzt keresett neki, nyilván hajnalban arra az emelvényre valahogy fel kellett mászni. Ugye ez mitől maradt a levegőben, az teljesen érthetetlen volt egyébként. És rendesen alatta... Rendesen alatta átmentek a turisták, de valahogy az egyik lába lelógott, ami leért a földre, egy hosszú volt, tehát ott volt valami a tartás, de az egész... sokáig kellett rajta gondolkoznod. Nyilván nem néztél be a nadrágszárba, hogy most igen, hogy hívják. Igen, átvezetve. És egy nagyon fura pózban volt, de hát már vannak kis emberek, nagy emberek, baromi sok pénzt keresnek. Most kitalálták, magyarok, hogy magyarok-e azt nem tudom, de azt csinálják, hogy mozdulatlan bábukat tesznek ki. Uh-huh. Az ötlet egyébként zseniális, nem csodálkozom, hogy nem jutott ez valakinek előbb eszébe. Kirakják a mozdulatlan bábukat úgy, hogy a turisták azt hiszik, hogy ők kiváló pantomimesek, akik ugye nem mozognak. De ha ott állsz és nézed a bábut, akkor 10-20 perc után derül ki, hogy az nem mozdul meg, mert csak egy bábú. Hát főleg miután már bedobtál, mit tudom én, 10 eurót. Igen, mert ugye ezeknél az szokott lenni, hogy áll a bábú. Néha megmozdul. Igen. Bedobod a pénzt, akkor ő vált valamit. Na most állítólagosan azt látni, hogy és ugye ez tényleg Magyarországon történik, hogy kirakják ezeket a bábukat, nem mozdul meg, turisták körbeállják és csodálják, hogy úristen, de jó! Te ügyes, te hogy jó! Hogy lehet ilyen ügyes? Majd kapualjakból figyelik ezeket a kis bábukat, és amikor nincs senki, akkor gyorsan leürítik a pénzt, tehát már nem ül valódi pantomimes. És este pedig fölszeded. Este fölkapod a bábút, és elviszed. Ez zseniális. Na, az nagyon nagy ötlet. Nagyon nem? Jó. Nagyon nagy. Szerintem rá kéne települni már valamilyen létező ilyen történetre. Például én kiírnám mondjuk a BEM szoborra, hogy pantomim. Vagy a Hősök terén. Öcsém, soha nem mozdul. mennyire király. De ugye, meddig van türelmed ezt nézni? Láttam ilyet sok helyen, hát 5-10 perc után megunod, uh-huh. és arrébb mész. Ugye a megunás az mindig akkor jön meg, amikor, tehát addig állsz ott, ennek az a pszichológiája, amíg nem mutatja meg, hogy ő valóban élő. Láttad, hogy uh-huh. élő, jó van, kacsintott, akkor ez tényleg élő, bedobod neki a pénzt, arrébb jössz. Itt bedobsz mondjuk 5 eurót, és föltűnik 5 perc után, akkor ott maradsz 20 percig? Nem maradsz ott valószínűleg. Nem maradsz 5 percet, de jó bírja, azt mondod, de jó bírja, mész tovább. Nem? Igen. Megvárod? Nem várod meg. Hát most szépen áll, jó van. Biztos, hogy egy magyar ötlet. Elhiszitek, hogy ezt egy magyar találta ki? Tehát ilyet sehol nem csinálnak? Mindenki törje a fejét, hogy úristen, mi legyek? Király, királyfi, lovak, hogy álljak? Jön a magyar azt mondja, de hogy álljál oda, tesó? Hát szerintem csekkolni kell. Ülj be egy kapuajba. Dobd ki a bábút, és keresd hülyére magad. Szerintem nem kell nagyon sokáig várni. Én azt csinálnám, hogy bedobnék egy kisebb címletű apró pénzt, és utána váltanék a már összegyűlt apró pénzből, mondjuk 1-2 euróval, vagy forinttal, vagy nem tudom mivel, többet. Tehát, hogy gyakorlatilag bedobok egy 10-est, kiveszek egy 20-ast. Mintha váltanék. Ha ez élő ember, nyilván csekkolja, hogy mit csinálok, mit matatok, mit veszek ki, mit rakok be, stb. Aztán ennyi. Érted? Ja, hogy te magad, mint néző. Hát nem, mint pantomimes. De nem, nem értetted, hogy mit váltasz. Nem, hogy mit váltasz. Bedobok egy 10-est, kiveszek egy 20-as. Szerintetek lenyúltam egy 10-essel. Aha. Az nem tűnik fel egy élő embernek? Nem nézod. Hát dehogy ne. Nem né, hát akkor meg kösz szépen. Ja, ha nem nézod, akkor meg, akkor ennyi. Így jártál, öcsém. Ilyen bronz, arany, guggoló szobrokat tesznek ki. Aha. Hát ha ügyes és, vagy, igen? Akkor olyat csinálsz, ami állítható. Na de... Jó, hogy megmozdul hirtelen. Ja. Kicsit átforgatod minden másnak. Na de ha kimész oda, hogy te leleplezd azt, aki pénzt váltott, hát akkor lebuktatod a te szobrodat. Uh-huh. Még 10 perc van, már nyilván más tömeg áll előtte. Nem? De én nem mint, hogy hívják, én nézőként. Na jó, de én meg ott vagyok, és látom, hogy te éppen lehúzol. Nem mehetek oda, mert ott éppen 20-an készülnek bedobni. Tehát én oda megyek, és elkezdek veled kötekedni, és nem a pantomimen szól, meg akkor kiderül, hogy én vagyok a gazdája. Na tessék, találtam egy jó kis fizetéskiegészítést magamnak, hát akkor nem fog odajönni. Tehát akkor nem mész oda, hagyod inkább elvinni a pénzt. Ugye? És ezek nem... És állítólag az élők elkezdtek féltékenykedni a bábukra, mert hogy a bábuk sokkal többet keresnek, és elindult egy ilyen bábuk kontra élő harc.
ez annyira magyar, de zseniális a dolog. Mert hogy az élők rájöttek, hogy a bábuk többet keresnek. Mert nyilván őket extrém helyzetbe tudott tenni a bábukat, amit egy élő ember nem tud megcsinálni. Igen, ugye? Valószínűleg erről. És te arra adod a pénzt, ami minél látványosabb a dolog. Zseniális. Nagyon nagy, tényleg jó. És gondold el, számoljunk egy kicsit. Egy percenként bekerül a kalapba mondjuk, oda megy, egy perc alatt oda megy, még öt ember. Uh-huh. Ugye? Uh-huh. Az bedob, mindenki csak dobjon egy eurót. Az öt euró? Igen. Az öt euró jön össze egy perc alatt? Egy perc alatt. Egy igen. perc alatt összejön öt euró, az mennyi? Az 300 euró egy órában. Az kérlek szépen tíz... Nem lehet 300 euró, pedig nem. annyi. De. Hát egy perc alatt jön 5 euró, ugye? Az 10 perc alatt. Igen. 10 euró? Egy perc alatt 1 euró? Vagy 5 eurót mondtad? Nem, akkor 5 euró. Megállt, akkor az 50. 50 euró. De az 300 euró, gyerekek, az 100 ezer forint egy óra alatt. 300 euró jön össze óránként, mondjuk jöjjön össze, abból vegyünk le egy százas, hogy egy perc alatt nem kerül be, mondjuk 5 euró, jöjjön össze 200 euró. Az 60, nem tudom, mennyi most az euró, János? A 302,7. Na, akkor csak 60 ezer forint. Értitek, hogy mekkora biznisz van ebben? Tehát, senki nem gondolná, hogy jaj, bedobnak egy pár eurót. Persze, de csak dobjon be 200 ember egy eurót. Az 60 ezer forintot te megkeresel egy nap. Nem rossz. Hogy ott van egy bábú, és te valahol egy kapuajban figyeled. De mikor mész oda? A végén, mikor már nincs ott senki? Megvárod az éjszakát? Ha én bedobok turistaként, és látom, hogy éppen jön az űrge, és fölkapja a bábúját, akkor én kiveltem a pénzem. Ha utoléred. Yeah. De figyelj, azt nem lehet megcsinálni, hogy olyan formájú lenne, mint hogyha mi tényleg valami kicsit meg van hajolva, meg van egy elképzés, de hogy valójában benkben tényleg ül egy ember, csak éppen kényelmesen egy széken is olvasgat. Érted? De kívülről úgy néz ki, mintha egy ilyen izé lenne, egy ilyen derékszegben meghajolt koldus figura lenne. Igen. De belül meg ott üldögél valaki, és szépen elolvasgat, meg zenét hallgat, stb. Érted? És ez azért is nagy biznisz, mert ugye az élő, az sokszor nem kap engedélyt erre a pantomimeskedésre, ugye, hogy területfoglalásra, többi. Egyébként nem tudom, ezt miért nehezítik meg annyira, ez minden városon olyan jó hangulatú, hogy mész tényleg Amsterdam, Madrid, Barcelona, mindenhol kimannak, hegedülnek, zenélnek, tehát tökre él a város tőle. Itt nem, itt ugye itt mindenfélét be kell szerezned. Na de a bábú nem büntethető. Jön a közterületes, látja, hogy ott egy bábú, nem fog vele foglalkozni, arrébb megy, vagy maximum begyűjti a bábút, elviszi. Másnap reggel kiraksz még egy bábút. Ha tudja, mert tudomásom szerint ez csatornafedőköz vannak általában, ezek lerögzítve. A bábúk? Igen. Tényleg? Ja, oda csavarozza a gazda? Igen, tehát nem lehet csak úgy megfogni és elvinni. Na jó, de akkor a közterületnek vagy a csatornafedél tulajdonosnak érted, csak van beleszólása, nem? Persze. Gondolom. Ott van, az is a Váci utca, nézd meg. Zseniálisan néz ki. Csatornafedő fölött van, nézd meg. És odamész, és most bedobsz neki 3 eurót, annyira durva. Ugye egy ilyen ezüst, vagy egy ilyen arany kabátban igen. látod, hogy az ember le van rogyva, egy kalap van a tetején, és azt mondod, hogy ilyen pózba ül, úristen, milyen zseniális. De nincs benne senki, az egy bábú. Mennyire magyar? Nagyon jó ötlet. Nagyon jó. Hát mondd ezt azoknak a pantomiseknek, akik egyébként meg 3 eurót keresnek egy órában, mert senki nem dob be neki. De gondold el, hogy van egy ilyen bábú egy lehetetlen testhelyzetben, és végignézed, mellett állsz egy hegedűvel a kezedben, néha pislogsz egyet, meg megijesztesz két orosz nőt, te keresel 3 eurót, neki meg bedobnak mondjuk 200 eurót. Hát ez van, most de mit csináljuk? Ez jogos. Hát ennyi, ez olyan, mint amikor a kaszkadőrök, a húsvér kaszkadőrök féltékenyek a cégéire. Érted? A trükkökre, az animáció. Hát most ez van. Ez ugyan a kaszkadőrök beperlik, igen, a trükkgyártókat. És tényleg kitalálták, hogy lerögzítik őket csatornán. Jön a közszeretes, kettőt rángat rajta, nem tudja elvinni, ott hagyja. Rossz esetben még oda megy a csatornázás, mivel két munkatársa és meg is veri. Óriási. És jöjjön össze csak mondjuk 100 euró naponta. Az azt jelenti, hogy 100 euró naponta, az mondjuk 30 ezer forint. Ha te kim vagy minden nap, ugye? Akkor összeszedsz 900 ezer forintot, csak abból, hogy van egy bábúd, 900 ezer forintot összeszedsz egy hónapban. Úgyhogy nem csináltál semmit. Nem. Csak üldögéltél 10 méterre a bábútól, és figyelted, hogy hozza neked a pénzt. Hát és zseniális. Úgy, hogy tényleg zseniális. Nem melós, mert például ott vannak a peruiak, akiknek tök melós az, hogy odaviszik mondjuk a sztereó kétkazettás magnót, odaállak hárman, berakják a kazettát, elindítják, és utána pedig izét hárman pánsipoznak, de egyébként egy nagy zenekar nyomja a kazettáról. Tehát, hogy azért az melós. Érted. És közben még árulni a karkötőt, meg a nyakláncot, az melós, igen. Érted. Meg Indiának költözni, miközben kőbányai vagy, aztán hogy hívják, valamelyik volt osztálytársad felismer. Hello, Sanyi! Nagyon sok hallgató ír egyébként. A Vörösmarty tér, Váci utca sarkán vannak ilyenek. Most voltam Londonban, egy srác fejjel beleállt egy sima vödörbe, zseniális.
Rómában olyat láttam, ahol távirányítóval mozgatták a bábú szemét 3 percet. Hogyha dobott valaki pénzt. Ez már nagyon komoly, amikor valaki bedobott pénzt, a kapuajból mozgatták a szemét. Tehát akkor ez nem egy magyar találmány, most ért ide akkor? Mi is nagyon sokszor láttuk őket, ha hozzáérsz, vagy visszaveszed a pénzt, odarohan a tulajdonos, és hatalmas balhét csinál, a Váci utca tele van velük. Ezért kellene úgy megcsinálni ezt a kis gyűjtőedénkét, hogy persejszerűen, hogy beledobod, már le tudjad belőle kivenni. Mondom én ezt azoknak, akik ezt csinálják. Tehát úgy tudnád csinálni, hogy egy leláncolt persej, nem? Hát vagy egyszer van a tetején egy kis nyílás, bele tudod dobni, de kivenni már nem tudod belőle a lóvét. Nem kéne oda rohangálni. A bábú adó köteles? Nem. Ne. Nem. Nem. A kihelyezése valószínűleg az lenne, de hát ad meg nincs. Ő nem jogi személy. Nem adó köteles a bábú. Na, nem tud vele mit csinálni. A bábú kereste a pénzt. Nem? Aha. Most ki kereste a pénzt? Aki kirakja, vagy az, akinek ott bedobják? Hát tényleg. Ugye nem te keresed, a bábú keresi a pénzt. Te csak segítesz este a bábúnak összeszedni a pénzt. Te csak begyűjtöd. Hát de hogy van ez? Mert az ötlet egyébként zseniális, de hát erre mit szól a NAV? Vagy mit mondanak erre? Na? Tehát a bábú kereste a pénzt, nem? Igen, én nem csináltam semmit. Itt ültem, miért? Szabad ülni a Váci utcában? Szabad. Hát akkor meg... Az nem lehet, hogy ez egy újabb állami beruházás. Egyfajta központi költségvetés kiegészíti. Ezért nem zavarja a NAV-ot. És akkor azt látjuk most a Váci utcában, ha bemegyünk oda, hogy két rendőr vitatkozik egy bábúval? Álljon föl! Józsi, nézd meg, nem áll föl! Álljon föl! Józsi, a papírjait, jó, még egyszer nem mondom. Józsi, ez bábú, nehogy bábú, bakusra! Bábú vagy nem bábú, kérem a papírjait! Maga bábú? Minket néz hülyének? Ne feleseljen! És ott állnak a rendőrök és vitatkoznak a bábúval, akit megpróbálnak fölállítani? Igen, hát kb. Ez lehet. Ez egy érdekes élethelyzet. Menjen ki a NAV, ellenőrize le őket. Adott-e számlát a bábú? Hát egy bábú nem tud számlát adni. Adott-e számlát a bábú? Hogy azért az emberi leleményesség tényleg mennyire durva, nem? Ott állsz kint, étlen, szomjan, fagyban, keresel nem tudom hány eurót. És közben valaki kitalál, egy gyerekek, tegyünk bábút. És hülyére keresik magukat. Várjál, hogy ő, aki most a bábút figyeli, a bábú tulajdonosa, eddig pantomimes volt? Csak ő már elfáradt, megunta, és azt mondta, hogy ide állítok egy bábút. Tehát arra gondolsz, hogy kiöregedett pantomimesek találták, hogy nem. Szerintem nem. Aha. Nem. Szerintem valaki megirigyelte a bizniszt, és azt mondta, gyerekek, ez egy jó ötlet, tegyünk egy bábút. Profi néznek ki, nem? Nagyon, jól megcsináltak egyébként. Bár megvallom őszintén, hogy így nem lenne nehéz őket lebuktatni, mert hogyha valaki oda megy mondjuk egy... valamelyik hivataltól, egy közterületes, vagy egy nyilván nem rendőr, vagy mondjuk egy civil ruhás rendőr, és elkezd kotorázni az apróban, és odafut az üzemeltető, abban a pillanatban meg lehet kérdezni őt, hogy jó napot kívánok, miért is tetszettek, meg kivel, de meg hogyan, meg miért van ez de itt, meg egyáltalán. Bocsánat, de mit buktatsz le benne? Te ugyanis nem írod ki, hogy dobni kell pénzt, azt a turiszt önszántából dobja. Te kiraksz egy kalapot. Ide, hogy gyorsan visszaadjam annak, aki beledobta. Te kiraksz egy kalapot. Nem mondtad, hogy ez kötelező pénzre dobni, nem? Te kiraktál egy kalapot, hát hogy valaki abban dobott pénz, hát az arra, hogy te nem tehetsz, hogy dobott pénz. Ebben az a szép, hogy az igazi pantomimeseket majd holnap hogy próbálják leteszelni, hogy ő bábú-e? Hogy hány pantomimest fognak most szétkínozni a Váci utcában, akik ott hegedülnek 10 éve, meg lisztemberként állnak, meg nem tudom milyen hosszú cilinderben. Na jó, Gyurike, mert nekem nincs idő, lefújom gázra. Négy combol ő. Négy már nem mondok. Hát, zseniális. Zseniális. Azért a 9 kilóból vonjátok le az esős napokat, írja Ferenc. Benfentesnek tűnik, tűnik azért az SMS író. Vonjátok le az esős napokat. Aha. Benfentesnek tűnik. Jó. Legyen csak 6 kiló. Most egy ilyen bábút mennyiből csinálsz meg? 50 ezerből. Kb. 50 ezeres beruházásból, ha szerencsés vagy, és nem megy ki a közterület, még nem megy ki a rendőr, akkor egy-két jó nyári hónapban megkeresel azért 1-2 millió forintot. Nem? Nem. Szerintem simán. Együtt ébredünk, Morning Show, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. A Nyudi írt, hogy miért vittek el a Mit halálik Beatlesre? Nem. Gondolom, nem rossz voltam egész évben. Ezt kaptad. Itt a karácsony, Balázs. De gondolom az volt, hogy a szüleim szerették, ők elmentek, tudod, és ez a Balázs jössz, nem, de igen. És akkor mentem. Tehát, hogy tehát nagyjából ez így, ez 10 évesen a Mint halálig Beatles, hát van, ami jobb szerintem. De így emlékezetesítetted a panaszkodásoddal a dolgot? Nem lögdösted melletted lövöd? Anyukádat, hogy anyu,
anyu, mikor megyünk már haza, mikor megyünk már haza, és nem, a művészor leszólt a színpad, jó, menjetek már haza, aki a francot érdekel. Hát figyelj nekem, a szüleim sokat jártak színházba, én annyi darabon ültem, tehát ott tűz 12 évesen a diótörőn, hát nem borzom, ja. Nem borzom bele diótörőn. Az izgalomba. Hát, azt minden egyes nagyszülő és szülő azt mondja, hogy ezt minden gyereknek látni kell. De egyik gyerek nem se akarja. Én szerintem nem kell. És én szerintem ráadásul valami balettbe láttam. Na, igen, azt se tudom, hogy... Hát az a diótörő persze. Hát az egy, az, hát de jobban az szeretem volna a diafilmben. Tessék? Diafilmben jobban szerettem volna otthon. És karácsony előtt cipelték el az összes gyerek. Igen. Amit nem akarsz gyerekként látni, az a diótörő balett előadása. Tehát, hogy egész egyszerűen nem akarod látni. Se nem szórakoztat, se nem jó, se nem érted, hogy miről szól. Bácsik feszes csomaggal. És azt mondta, ez egy szörnyű világ, ebben te nem akarsz élni. Istenem, miért mindenki ilyen furán közlekedik, itt a lábujjain ugrál. Igen, tehát ez egy olyan világ, amiben te nem akarsz élni. A lányok olyan szoknyát viselnek, aminek nincs értelme, hiszen minden látszik. Nem tudom, miért érzik szülők azt, hogy el kell vinni a gyereket néhány olyan helyre, ami nem maradhat ki az ő gyerekkorából. És utána ettől boldogok lesznek, te pedig ott állsz frusztráltan, mert nem beszélik meg veled este, hogy mi volt ez, amit láttál a színházban. Úgy fekszel le, hogy kis emberek kisgatyában, meg ilyen mindenféle ilyen kis mini szoknyában, ott ugrabugrált a spiccelve hülyén, és úgy fekszel, hogy nem akarsz egy ilyen világban. Nem akarok több piruettet. Nem. És a szülők ugye azzal a boldog megnyugvással hajtják álomra a fejüket, hogy jól van, a gyermek ezt is lát. Kell. Túrát adtunk el. Te pedig egyszerűen nem érted, hogy az nem érted, hogy mi volt. Számomra egyébként tök ijesztő volt, megmondom őszintén, amikor azt láttam, hogy a bácsiknak előbb fordul meg a fejük, mint a testük. Tudod, jött is. És oltára tett a kezét, és mindig megfordult a fej, és utána a teste. Fej, test. És iszonyú ilyen víziószerű volt az egész. Nekem nem jött be. Meg ilyen katonák is voltak benne, akiknek így mozgott a szájuk, mint a South Parkban, a kanadaiaknak. Így föl le. Tehát te most komolyan. Hát, hogy ezek ugye ezek a fadiótöröket mintázták. Igen. És ilyen díszletként, vagy ilyen háttérként, vagy mit tudom, ilyen kisöröket, benn voltak ilyenek is. Iszonyú ijesztő volt. Tehát nekem egyáltalán nem jött be. És akkor még jobb, ha olyan nagymama van, aki kis előadást tud tartani. Tudod, az épületről magáról. Ja, igen. Aztán jövünk, beljebb megyünk, akkor figyelj, fiam, a darabra majd nagyon, mert ott a 17. percben... De nem maga a színház, az nagyon jó. Tehát, hogy üld, végig tanulj, megviselkedni. A bárszínház az önmagában például tök jó volt, azt például szerettem. Mondjuk azt nekem 12 évesen már egy erős visszalépés lett volna, a diótörő meg még ja, túl sok volt. Ja, 24 évesen mentem, és akkor részte meg a Vitéz László. Igen, sajtból van a Hold címük is, nagyon remek kis bázis, és mindenki árulyas volt körülötted, és nem érted. De hány olyan hely van, ahova az embert elviszik, gyerekként pedig nem kellene, nem? Hát a múzeumok nagy többsége ilyen. Tehát ásványkiállításra menni 6 évesen szerintem erős. De erős. De hogy bennünk is van egy ilyen késztetés, hogy vinni a Benit ilyen helyekre, és nem akarom... Anyám, mi az a pleisztocén? Igen, ugyanazt elkövetni nem akarod. De hogy a szülő azt érzi, hogy ettől fejlődik a gyerek. Ásványkiállításon voltál 6 évesen? 6 évesen. És? 6 évesen semmit, és látszott ilyen kavicsokat, és akkor az csillogott a szemed? Ki kéne venni, és el kéne dobálni őket, mert egy 6 éves mit szeret kavicsot dobálni, nem igen. Nézni. Meg ugye az első kettő így vicces, meg úgy érdekes, meg mit tudom én, hogy meglátod, hogy ott van valamilyen réz, és akkor hú, az olyan, mint harany lenne, de amikor a 3000. ásványt látod, a 3000. tárlóban. Én 10 évesen édesapámtól hosszú-hosszú hónapokon keresztül hallgattam, hogyha jól viselkedek, figyeld. Akkor elviszlek a bányászati szakját. Majdnem. Az még izgalmas, ne. Az ha, jó. Ha jól viselkedek, és rendben lesz minden, és úgy fogok tanulni, és a bizonyítványt tudod, és vártam, hogy BMX, vagy bármi, és ha nem lesz 3-as a bizonyítványba, akkor elvisz, de csak ha elvisz, és ha nincs baj a magatartásommal, egy Vazarelli kiállítás. De jó. Hát mondom, akkor belehúzok. Akkor megbukok mindenből. Bakker. És arra emlékszem, hogy valami jól kellett, hogy sikerüljön, mert végül is ott álltunk. Uh-huh. A bátyámmal. És a szülők, tudod, ilyen szájtátom. Nézd, álltunk, nézd. Még egy saktábla, nézd még egy elszúrt saktábla. Harapja a zebra, a másik zebra, nézd már meg, mennyi. Emlékszem, hogy az volt a legizgalmasabb, mikor ő elbújt a ruhatárba, és én nem találtam a képeknél, és bujócskáztunk a Vazarelli kiállításon, mert mind a ketten, mit tudom én, 11 évesek voltunk. És hónapokig ez ment, hogyha majd jó leszel, hogyha a tanulmányi eredményeid, Vazarelli kiállítás. De a végén már kíváncsi lettél, hogy mi a fene lehet az, nem? Figyelj, én úgy mentem oda, hogy életem legnagyobb hullámvasútjára fogok fölülni, vagy valami olyan lesz, amit majd, mert tesszomnak csak, annyira be voltunk hozzá, megyünk, nem tudom mi az, biztos, hát ha jól tanultunk, mégsem BMX-et kaptunk, Vazarelli kiállításra megyünk.
Hát, hogy én azt mennyire untam. Hát életed a legnagyobb hullámvasútja volt, de csak lefelé. Csak mondta, hogy nézd meg, ahogy a térből kijön, de mégse jön ki. De nézd ezeket a képeket. És ha ez bejön, akkor elviszlek majd a csövek csőszerelmények tengelykapcsoló kiállításra is. De csak ha nagyon jó leszel. Ami szerintem jó. És az... tudom, hogy ők ott álltak, és az egymásba harapó zebra, bekönnyeztek rajta, hogy nézd, hát úristen ember agyából, hogy tudott egy ilyen kipattanni. Mi így ideig néztük, aztán utána tudom, hogy indult a bujócska, meg a fogócska. Miért érzik a szülők azt, hogy ott kell lenni? Persze, nem rossz ez. Én nekem apám azt mondta, ha jól leszel, elviszlek. Albert írsál a szőlőt meg. És imádtad, mi? Aha, nagyon, annyira szerettem, oda jártunk szőlőt venni. Ami jó, szerintem az a közlekedési múzeum, tehát az már kisgyereknek is, mert az azért igen. Vonat hát van, az, meg az ilyenek. Igen. De talán még megy is a Caravaggio kiállítás a szép művészetében. Én ott láttam egyszer. Carpaccio. Egy jó Carpaccio, egy jó bérszi Caravaggio, hát az anélkül sehova nem ott megy. Ott vitte anyuka a gyerekét, aki azt hiszem ilyen, nem tudom, 5 és 7 között valahol, uh-huh. És hát ő meg erősen ugye ez a levágott fejes sztorikat nyomogatja, amit a gyerek nem értett így. Hogy miért nincs a teste a bácsinak? Igen. Szóval ezek nehezen megmagyarázható, hogy 6 évesnek. Egy jó Picasso egy gyereknek, nem? De fura, nézd már a néninek, egymás alatt vannak a szemei. De hogy közben mégis megmarad. Mert hát én tisztán emlékszem arra, hogy a harmadik kerületi Szentlélek téren volt ez a Vazarelli kiállítás, és tudom, hogy mentünk, leszálltunk az Árpád hídnál, besétáltunk a főtérre. Hát, most is ott van. Lehet, hogy még most is ott van egy részlet belőle, vagy nem tudom. Besétáltunk a főtér, és úgy izgultunk, hogy most olyat látunk, figyelj, hát hónapokig, ezért tanultunk. Jó lett a magatartásunk, így ültem végig az összes órát, mert mehetek Vazarellire. Hát, de megmarad ugyanakkor, és nem? Te neked az ásványkiállítás? Meg, azóta sem mentem ásványkiállításra, annyira megmarad. És azért jó, mert Lacika az osztálytársad egyébként mondja, hogy neki is van ígérete, és ő tényleg BMX-t fog kapni, vagy BMX-et fog kapni, ha jól tanul. És erre te visszavágsz, hogy micsodál, Vazarellire megyünk, papukát, milyen BMX, ha jól leszek, anyám elvisz magával a pedikűröshez. Igen. Így nekünk egy hallgató, ugyanez végigcsináltam, tudom milyen, osztálykirándulás Aquincumba. Na, Aquincum egyébként önmagában nagyon szép, nagyon jó, csak mit látott mondjuk egy 6 éves gyerek? Gyönyörű, dögunalom. Tudod? Annyira unalmas, hogy semmi, kövek. Hát tök jó, annyira unalmas. Kövek, mit vannak ott? Romok. Mi mentünk osztálykirándulás Aquincumba. És nem annyira látványos a romok, azt azért... Hát nem, hogy hát nem látványos. Nagy, tehát, jó, hát nem akartam. Tehát mondjuk ki nyugodtan, Jani, hogy Aquincumnál unalmasabb, az dögunalom. Tehát én értem persze, hogy ezek marad. Vagy, tessék? Egy bizonyos kor alatt. Egy bizonyos kor fölött is. Tehát, hogy én most oda elmennék, hát én voltam. Most már jó, de nagyon. Mindig ott megyek el kocsival, ha megyek teniszezni. Megcsináltak interaktívnak, és bemész, és egy igazi római légió fogad beöltözött emberekkel. Ilyen. Na. De hogy... Jó, neked legendás a viszonyod romokhoz, ezt azért tegyük hozzá. Hogy van az, hogy egy osztályfőnök erre rábólint? Persze, nyilván kell a kultúra, meg sokszor nincs pénz nagyon messzire elmenni. Én emlékszem, talán 8-os voltam, amikor volt ABC osztály, és tudom, hogy a C-sek mentek talán Tatára, a B-sek elmentek a Gyulai várat megnézni, azt mondták, osztálykirándulás Aquincumba. Te láttál már 20 darab nagyon poros gyereket botorkálni a romok között, nagyon unatkozva, azok mi voltunk. És idegenvezetés is volt? Volt idegenvezetés, nagyon meleg volt, emlékszem, és azt éreztem, hogy soha nem ér véget, és innen soha nem találunk ki. De hogy ezek közben mégis sokkal jobban megmaradnak. Inkább a Vazarelli kiállítás. Megadom magam, már menjünk inkább a Vazarelli kirándulás. De hogy akkor a rossz marad meg, és a jó nem marad meg? Vagy ezek a traumatikus élmények, és valószínű, hogy eszedbe jut majd, hogyha Benni nagyobb lesz, el kell vinni Aquincumba. Ha rosszul viselkedik persze. Nem? Ha menőbb iskolába jártál volna, akkor lehet, hogy a Kolosszeumot nézitek meg Rómában, és akkor már érdekeltek volna a rómaiak. De hát így nekünk se jutott sok. Én nem tudom. Mi van ilyenkor a szülőkben? Fel akarják zárkóztatni a gyereket, hogy azt akarják nyilván, hogy rakodjon rá némi kultúra? Hát nem? Tehát menjen színházba, nézzen romokat, menjen kiállításra, mert hogy hát így szocializálódik a gyermek. Egy része nyilván még viszed magaddal, ami téged érdekel, azt ugye megnézi ő is, tehát ugye akarva akaratlanul azért ezt kapja. De hát nem tudom. Azt érzem, hogy a szülők nagyon szeretnének megnézni. Van, hogy apád az egymásban harapó zebrákra volt rágerélve valamiért, nagyon akarta látni, és akkor azt mondta, hogy ha már megyünk, vigyük a gyereket is, de akkor már állítsuk be, úgy, mintha ez miattuk történne. Meg az igény talán kialakul benne.
hogy később felnőttként, mikor már ő tud dönteni, hogy hova akar menni, vagy az igénytalanság, de valamelyik kialakul. Hát ha. És akkor később már ő maga is fog menni. Még egyszer Vazarellit néz. Voltál azóta Vazarelli kiállításon? Hát nekem az olyan traumatikus volt, hogy nem. Nagyon-nagyon beégett mindenképp egy életre. Néztük őket, néztük az zebrákat, néztük a szülőket, megint néztük az zebrákat. Hát mondom még ehhez, azért fiatal vagyok, ezt nem értem. Inkább bújj el. És akkor megtalálok. A parlamenti osztálykirándulás évente megmagyarázhatatlan, írja nekünk egy hallgató. Na, minden évben elmenni oda, azért az is kemény. Igen. De mi például nem jutottunk el, azért én irigyellek. Már aki volt. Nem voltatok? Nem, mire a lovasszekér, mire fölér, úgy kigyors, fél év letelik. De a TSZ-be elmentetek legalább, nem? Hogyne, hát őszi munkára, az más ja, volt. Igen. Persze, már Lenki robot. De Gyullára biztos bementetek. Várlátogatásra, nem? Apámékkal persze. Aha, csak a fater kirakott bennünket a várt, ő mondta, hogy az egész szar őt nem érdekli, majd jön értünk. Na, hát de legalább őszinte volt, nem játszotta. Én május 1-i felvonulásra szerettem járni Gyulára. Ott is vonultatok? Persze. Igen? Integettetek? Ha, igen, igen, kellett. Volt sör, virsli, már hogy nekem sör nem, de virsli, igen, meg lufi. Héliumos lufi, gyulai húskombináttól. Figyelj, egyébként én most így, ahogy hallgatlak benneteket, én megmondom őszintén, egy szerencsés embernek mondhatom maga, én csak csupa praktikus dolgot láttam. Tényleg, elmentünk Albert is a szőlőt venni, meg bevitt apám egyszer a főspedbe, és megnézhettem egy kerékcserét egy kamazon. Menő. Hát nem. Tehát, hogy érted. Ehhez képest ez egyébként nagyon jó. Igen. Jó, hát volt. Más volt akkor nyilván az inger küszöb, meg hát ilyen kiállításokról, meg múzeumban most is megy az ember, minél jobb tényleg, ha a gyerek korán találkozik vele. Azt veletek nem csinálták szülők, amit egy hallgatóval, és velem is egyébként, hogy kimentetek Ferihegyre repülőgépeket nézni? De. Ugye miről szólt a dolog? Nem volt pénzed utazni, nem is nagyon utazhattál, mit csinált a magyar? Szerintem ez egy generációs élmény egyébként. Vágyakozva a család megfogta egymás kezét. Figyelj, ez már nem csinálták. Házad, ez somort, szomorúvább. Ezt már nem csinálták. Éppen ülnénk most. Szombat reggel fölkelt, és azt mondták, megyünk Ferihegyre. Na, az viszont egy olyan élmény volt, amit soha nem felejtek el. Kimentünk Ferihegyre, bedobtad a 20 forintot, kimentél a teraszra. Fizetni kellett az egyet, a repülőt nézzél. Az, hogy kimessél a teraszra, hát az hogyne. Egyébként érdekes, hogy nálunk még nem kellett. Hogyne, nekünk az már erősen fizetős volt, kimentél a teraszra, álltál ott a tesorda, fogta a család egymás kezdet. Sose jövünk olyanok. Soha nem felejtem el, és hosszú-hosszú éveken keresztül az volt a program, hogy mentünk Ferihegyre repülőt nézni. Ebben benne volt maga a nagy magyar elvágyódás, ugye a te kis valuta kereteddel, meg hát mindennel, amit akkor nem lehetett se utazni, nem lehetett se pénzed, nem volt az, hogy te felüljél a repülőre. Már vecsésnél érezted a kerozin szagot, anyám azt mondta, érzed? Kerozin szag? És tényleg érezted? Tényleg a kerozin szagot. Kimentél, nézted ott a taxikat, jönni, menni, szabad emberek, ott anyu, ha azon a gépen ülnék, hova mennék? Bukarestbe. Akkor inkább azon a másikon. Ülnél te azon is, akkor igen. Ültél egyébként volna. Igen. Jó lett volna. Tehát, és álltál ott, és azt nézted, hogy emberek repkednek. És az volt az egész napos program, hogy kimentél Ferihegyre repülőgépeket nézni. Olcsó volt. Nem került sokba. A kőbányai metró megálló végállomásától indult ki egy busz egyébként Ferihegyre. Két-két és fél óra volt a kiutás Ferihegyre. Gyönyörű program. Tehát már ugye egy 5 órai utazás után oda-vissza voltál Ferihegyen, és nézted a képeket. És vittetek szendvicseket? Vittünk szendvicseket. Hát igen, mert nem, majd vettek a Tax Free Shopba. Nem volt arra pénzünk, hogy a Ferihegyen vegyünk mindenféle drága szendvicseket az ellátóba. Vagy pedig megvettük az utasellátóba, ugye a kőbánya Kispest végállomásnál, ahonnan ugye ment a kék busz ki Ferihegyre, álltunk, néztük kókuszos a gépeket. Kókuszos roládot. Kókuszos roládot, igen, a valuta keletünkre gondoltunk. Ami nincs. Ami nem volt nagyon. És elvágyódásképpen nézted. És a kék útlevére. Igen, a kék útlevére, és vittek téged repülőt nézni? Hát nem, én megmondom őszintén, szerintem elég sokat tettem azért, hogy fizetősé váljon a teraszt. Hát ezt nagyon komolyan mondom. 10-20 forintokat kellett akkor bedobálni, rohadt rablás. Mert amikor mi járogattunk ki, akkor még ott egyáltalán nem kellett fizetni, viszont mi úgy járogattunk ki, hogy előtte elmentünk a repülőtér mellett található szemetesekhez. Nagy konténer szemetesekhez, nyakig beléjük bújtunk, összeszedtük az összes sörös dobozt, amit csak találhatunk. Aztán a sörös dobozokat beraktuk egy nylon szatyorba, és utána mentünk fel a teraszra, a szandálba, melegítő nadrágba, a kezeinkbe.
Mert az egy érték volt, Feri, te ezt nem értette. A sörös az, doboz, a kilátóban? Hát persze, mi gyűjtöttük őket, és akkor szépen fölmentünk, és ott nézegettünk. És hát ott a sok kis lepattant, hogy ilyenkorról egy gyerek, hogy ott áldogált, és nézegette a repülőket a kezükben egy-egy szatyor sörös dobozzal. Hát azért az mennyire kis, mennyire hogy mondjam, vevőcsalogató látványot, és valószínűleg az ilyen dolgok miatt is tették fizetővé annak idején ezt a dolgot. És amikor megnézted a repülőt, hogy felszáll, utána még bementetek a múzeumba? A repülőtér előtt, ahol be lehetett menni a gépekbe? Az már sok méz. Dehogy mentünk. Meg akkor azok a gépek még repültek fel. Az a másik, hogy akkor az a múzeum még nem volt, mert akkor még a túl 154-esek, meg ezek, hát akkor még ezek a tupójevek úgy röpködtek, hát nem nagyon repült más. Akkor még nem voltak Boeingek nagyon. Akkor a 18 öcsém, az még maga, az volt a magyar Concorde öcsém. Igen, a kis propellerrel együtt. Nem volt egy repülő múzeum semmi. Onnan tudtuk, hogy indulás, hogy elfogyott a fasírt a zsöm. Igen. Kicsomagoltuk kint a kis szendvicsünket, megettük a zsömlét, a fasírozottat, a paprikát, és amikor elfogyott, akkor felszálltunk a metróra, és szomorúan hazamentünk. És a család. De azért volt egy kis vidámság a szívedben. Hogy ne lett volna? Hát ott szálltak föl előtted a repülőgépek. Persze. De ez legalább jó volt. Volt, ami jó volt. Ja, igen, hát. Tehát azért gyermekként tényleg mennyire megmaradnak ezek a programok, nem? Vagy egy-egy elrontott osztálykirándulás, amikor olyan helyre visznek, ami egyszerűen felfoghatatlan, hogy arról egy tanár úgy döntött, hogy menjünk oda osztálykirándulni. És hogy ez jó lesz, mit tudom én, 10-12 éves forma gyerekeknek. Én egy helyre vágytam nagyon, mert apám mindig mondta, de mondjuk nem vidám arca, hogy megint mennem kell Záhonyba. És úgy vágyottam valamiért Záhonyba, mert az apám tudtad, mindig ott volt. De nem tudtad, hogy miért? Nem, csak ő mindig ment Záhonyba az Illel. És akkor én is akartam vele menni. Igen. És soha nem jutottam el Záhonyba. Hát nem, mert két napos út volt neki szegénynek azzal nem, az autóval. És nem volt túl boldog vele. Igen. Nagyon sok elrontott osztálykirándulású jön SMS. Nézzük meg akkor, hogy régen az a generáció, aki körülbelül velünk egykorú, hova ment osztálykirándulni, tehát ilyen SMS-ekre gondolok, mint írja egy hallgató, hogy mi annó Pécs környékén krematóriumban is voltunk osztálykirándulások. Hát de az legalább metál. És most még lássátok gyerekek működés közben. Így van, önként jelentkező. Az ott agyakból is lehet. Luki küldte nekünk. Általános iskolában osztálykirándulás a Kerepesi temetőben. Na ez volt az, amiről inkább ellógtam. Tehát itt azért van egy-két olyan lelkületű tanár, akit azért úgy érdekes elbeszélgetések lennének. Na, várunk akkor olyan SMS-eket, hogy kinek mi égett be gyermekkorában, ami szörnyű program volt. Jó, akár osztálykirándulás, akár azért, mert hogy szülői indíthatása történt a dolog, elvitték valahova, amit azóta sem ért, nem tudja megmagyarázni, de nem tudja felejteni sem, annyira beégett. Morning Show. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, arról beszélgettünk, hogy régen ugye milyen elrontott osztálykirándulásokon vesz részt az ember, ami ugye hát nem akar elmenni, nem is kérdezik meg, csak viszik, vagy pedig a szülőkkel olyan program, amit nyilván a szülő jónak gondol, és ugyanezt fogjuk mi is csinálni, hogy visszük a gyereket mindenhova, hadd kulturálódjon, de a gyereknek ugye más az élményfaktor, mint ami mondjuk a szülőnek, itt hova vittek gyerekkorában, amit azóta sem tud elfelejteni, vagy milyen osztálykiránduláson vett részt, amit azóta sem ért. Hát szép kis SMS-ek vannak, azért mindenki traumatizáltak gyermekkorában. Nyilván jó indulatból persze, meg szülői odafigyelés is. Képpen, nem? Kulturálódjon a gyerek. Néha van ez a lepattintós persze. Dolog is. Igen. 10 évesen szép művészeti múzeum. Egyiptomi kiállítás, múmiák, 10 év rémálom, írja nekünk valaki. Az hát érdekes, mert... De az már egy 10 éves gyereket elvileg nem érdekelhet is. Ott volt egy valószínűleg egy olyan tárlatvezető, aki... Tudod, ez akkor meggyűlöz bármit. Az a múmiák az egy izgalmas. Az egy izgalmas. 10 évesen az már 11 évesen egyébként a virágot. Ez mert még benne volt a korban már, ugye? Nehogy aztán ne tudjon erről, igen. Minket a Széchenyi mauzóleumba vitek nagy cenkre, ahol kaptunk egy képeslapot is, az öngyilkos golyó által kiszakított koponyacsontról. Trauma volt. Igen. Az. Ezt többen írják, igen. 5 évesen arborétum, erre a fára nem mászhatsz fel, le ne tépd azt a virágot, ne menj le az útról, plusz a nap végére 6 bejűjtött kullancs, azóta is gyűlölöm a természetet. Ide nekünk Melinda. És pont az lenne a lényege, hogy ugye mász fára, tépd le a levet, mert gyerek vagy. Gyere, igen. 12 évesen Wagner operákat kellett végig szenvednem, mert anyukámtól opera bérletet kaptam. Azóta is próbálom megszeretni az operát, nem megy. Feló küldte nekünk. Meghaltam már, de még énekelek nektek. Úristen, de tényleg, egy halott ember nem énekel. Igen, szívemet érte. Halálos döfés. Tudod.
De akkor hogy nem ment egy picit jobbra vagy bar? Végre eljutottam Olaszországba az osztályra, gondoltam, mennyi mindent fogok látni, erre elvittek minket egy Bovden gyárba és tésztagyárba. De ez tök jó, egész nap fuziliket nézeget. Jó, az igen. Székesfehérvárra mentünk megnézni az örökké folyó kutat, aznap éppen nem folyt. Egyébként örökké. Ez egy, vagy a zenélő kút. Érted? Igen. Zenélő kút, hogy hívják, csinál. Igen, és nem csinál sem. Most nem zenél. És ez itt a zenélő kút. És mikor fog zenélni? Most rossz. Ja, jó van akkor. Vagy, 15-ször álltam a Margit szigeten a zenélő kutat, úgyhogy soha nem szólalt meg. De most ezt felújították, most már zenél. És nagyon szép. Muhi pusztai csata helyszíne. És itt volt a Muhi csata. Történelmünk egyik legtragikusabb eseménynek a helyszíne. Ne arra nézzetek, erre nézzetek! De hát erre sincsen semmi, meg arra sincsen, ez csak egy puszta. És a gyerekek állnak így a semmiben. Igen, és most... állsz, fogod a kis osztálytársad kezét, rajtad a kis hátitáska, a kis kulacsod, itt nézel, kikerekedett szemmel. Elhetünk már tanárnő. És azt mondja, de jó. Igen. És persze aztán később rájössz a történelmi jelentőségre a dolognak, de hát van egy bizonyos kor, ami alatt azért nem sokat látsz azon kívül, hogy ott van két csenevészfa, ott meg fű, ott meg egy domb, ami nál egy kereszt. Engem anyám vitt be a MÁV kórházba liftezni, ott volt takarító, azóta se értem miért. Hát nem, ez az nagyon nagy élmény, hogy Balú az őr küldte nekünk. Hát, vagy annak idén mi bejártunk a városba, azt mondja, hogy volt olyan talán hírlapkiadónak az épülete, ahol volt Pater Noster. Hát, ez mekkora élmény volt gyerekként. Én sosem értem végig. Már zavartak kifele minket. Lementél az aljára? Na most már takarodjatok innen a büdös francba, kis hülyék. Bejárogatok és mentünk egyik kört a másikot. Zseniális. Jó, az igen. Hittantábor Egerszalók. Pap azt mondta, hogy 4 kilométeres gyaloglás után egy remek strandra érünk. 9 kilométer gyalogoltunk és nudista strandol. hát remek volt, remek. Igen. Apám minden nap elvitt a vasvirágba és megnézhettem, hogy nagyon belöttyösödik, majd karatéznom kellett vele és a haverjaival, és Terinénével a kocsmáros. Jó, de csak olyat írjatok, ami traumatikus élmény volt. Ez szerintem jó buli. Ez a mindennapok. Ezek apád előtte lerészegedik, és azt mondja, hogy gyere, karatézzunk. És most a néni veli. Igen. Óvodába jártam, 84 környékén Nagycenkre vittek minket, egy múmiát nézni. Mentünk három kört az üvegkoporsó körül, és nem értettünk semmit, írja Szilvi. Így van, ez egyik Széchenyi volt, akit a fáma szerint arzénnal mérgeztek meg, és így mumifikálódott. Igen, de óvodáskorban nem biztos, hogy akkor élni. Főleg egyébként azért nem, mert az egy üvegtáró, és hogyha ott állsz mellette, én például úgy álltam mellette annyi idős, hogy pont egy vonalban volt a fejem a múmia bácsiéval, akinek akkor már le volt törve sajnos az orra, mert valaki, aki ropta az aranykeresztet a nyakából, még megcsonkította a testet is. Én meg így álltam, és így néztem, és így nem tudtam. Gyere már el! Nem csodál, évekig álmodtam róla. Horrorfilmeket nézni, és metázerét hallgatsz. Hát megvan az eredetem. Fiúk, én amikor a nyolcadikos voltam, a Viszkis Rablót mentünk megnézni a Böribe kamerán. A sulink a Böribel szemben volt. Ez volt a program. Hmm. Igen. Balázs, nem már idén nyáron terveztem a Ferihegyi teraszt a gyerekkel, vicca. Tök jó, nincs az a baj. Mi gimiben Sopron kőhidára mentünk a Böribe kirándulni. Megmutatták, hogy hova jutunk, ha így folytatjuk. Te jó. Ezzel is hangzott, gondolom, mert rosszak lesztek, hogy itt fogtok elrohanni. Tanárnéni, szerintem magának cuppognak a bácsik. Nem, igen. 1984-ben elsős voltam, akteleki cseppkőbarlang, na azóta is klausztrofóbiám van. Ez úgy maradt meg, hogy sírtam és féltem, hogy mi volt bent, fogalmam sincs. Cisco küldte nekünk. Ott mindenki volt általános iskolában. Akteleken szerintem mindenki volt. Voltatok? Voltunk, persze, még hát ez kötelező volt. Az jó volt. Ez a cseppkő itt 10 000 év alatt fejlődött ki. Ahogy látom, most megint kell neki 10 000. De mit csinál egy gyerek a cseppkőbarlangban? Az összes cseppkövet meg akarja fogni, mert hogy elmondják az elején, hogy azt nem lehet. Ha nem mondanák el az elején, nem lehet, senkit nem érdekelne. Hány cseppkövet fogtam meg a Pávölgyi cseppkőbarlangban? Nem áll. Hát hogy ne? Hát nem tehetett tönkre. Hát ment, de voltunk összesen a Pávölgyi cseppkőbarlangban, 6 osztály kiránduláson. 6 osztály kiránduláson. Minden évben a Pávölgyi cseppkőbarlangba is elmentünk. A 6. tavaszi osztály kirándulásra valami szuvenírt. Nem abban reménykedett, érted, hogyha lecseszik a tanárnőt, hogy az egyik gyerek összefogdosta a cseppköveket, akkor többet nem viszik oda? Igen. Azt hittem, hogy vándorlik. Ez minden gyerek meg akarja fogni. Ugye ezt olvastam, hogy mi Pécs környékén krematóriumban voltunk osztálykiránduláson, még általánosban, ezt Luki küldte nekünk. Általános iskola osztálykirándulása Kerepesi temetőben. Az egy hogy? Évben. Hát ott valószínűleg nagyjaink. Igen, igen. Az, az ott valami szinte még érthető. Na jó, nem exhumálásra vitték meg, nem, hogyha a krematórium azért egy picit más. Na egyszerre, gyerekek, lökjük be a bácsit. Tehát, hogy azért ez
Koppant a fejem, baj neki már nem fáj. Azért az más. Igen. 12 évesen el kellett menni a csernobili katasztrófa fotókiállítására. Taglalva volt az újszülöttekre történő hatása is. Hát, Nóci írta nekünk tanuljál. Debrecenből. Hogy tanuljál, ez azért fontos. Igen. A zenélőkút most sem működik. Tegnap voltunk a Margit szigeten. Ezt nem újították fel? Ott a szökőkutat is megcsinálták, a zenélőkút éjszaka gyönyörű, nem csinálták meg? Ott volt a zenélőkutat, én legutóbb úgy láttam, hogy kordon a körbe volt kerítve, és ki volt elrakva, hogy nem sokára felújítják. Ez volt 87-ben. De hogy is? De most egy pár hónapja. Akkor ezek szerint még nem csinálták meg. Azt hittem, hogy ez működik. Engem anyám a mikroszkóp színpadra vitt a Saskabarira. Kétszer, 10 éves körüli voltam. Figyelj, hát akkor ez már bőven ment. Én azt el tudom hinni. És bejött Saksi, és egy csikósnak öltözve. Igen. Ó, és ezt szünet előtt még a defekt dúl nyomott valamit. Nem érted, hogy mi történik ott. És az a fura, hogy ott mindenki kacag. Igen. Az mindenki kacag. Nem mindegy. Legrosszabb a kocsi múzeum gyerekként napokig készültem, hogy Ferrarikat látok. Erre tele volt szekérrel az egész. Máig nem csalódtam. Hát. Máig nem csalódtam akkorát, írja egy hallgató. 11 éves lettem, amikor rokonokkal voltunk Egyiptomban. Hát, 11 évesen Egyiptomban, hát az már nagy élmény. Nem, hol voltunk mi 11 évesen Egyiptomban? Egyik nap sivatagi túra címszóval kivittek minket egy beduin faluba, és egy kutat mutogattak nekünk a sivatag közepén, hogy ezt kézzel ásták a beduinok. Nagyon-nagyon izgalmas volt. És közben tudod, hogy a szállásodon egy 40 csúszdából álló akvapark várt, és te közben állsz kint a sivatagban. És csak nap-nap után, és omlott vissza a homok, és ők csak lapátoltak, fáradhatatlanul. El tudjátok képzelni, nem? Tűzött a nap. Együtt ébredünk. Morning Show. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show. Nézzük az egyik kereskedelmi csatorna adását itt közben, és éppen itt vannak a Fradi pályánál élő adásban, a vénaszkenner tesztelik, Jani pedig kirohant, hogy beleszalad az élőképbe. De nem fog tudni, mert szerintem már belépnek éppen a pályán belül, és sajnos mire odaér, addigra már nem tudják mutatni. Kiszaladt, hogy beintegessen nekünk. De ilyen boldogságot nem láttatok még a Jani arcán. Tehát a kitelepülésen, amikor sokan vagytok, és mindenkinek adott ajándékot, az közel sincs ilyen, az az izgalom, láttad? Hadd szaladjak ki, szaladjál! Most lenne tökös belerohanni, mert most ott állnak a kapu előtt, ugye, és viszonylag szűk a képkivágás, tehát itt beintegetni, na az a nagyon jó. De ez, ehhez puha. Mert ez az igazi bátorság. Ja, most az operatőr... Elég most lefordult a kamera a kapuról, és most tudna beleszaladni, mert hogy a többi kaput mutatják, de most visszafordult. Vagy ha oda menne, és megpróbálná beszkennelni a vénáját. Igen, és valaki nyilatkozik a TV2 riporterének a vénaszkennerről, bedugja a kezét. Mi vicces lenne, most valami bekapná a kezét, és elkezdeni rángatni. Ma Lacit már láttam egy tükröződésből. Ott volt a Jani egy tükröződésben. Csak nem mer oda menni. Jó lenne. Na, várj, ezt megvárjuk. Mutatták a vénaszkennert közelről, és fekete a széle a vénaszkennernek, és a tükröződésből látszott a Jani, hogy ott áll. Várjál. Ugye sokan félnek attól, hogy eltárolják ezeket a bizonyos... Figyelj, lefordult a kamera. Visszatudnak-e élni akár, vagy vissza lehet-e fejteni ezeket az adatokat, és az ott esetben vissza lehet-e ezzel élni? Maguk a biometrikus ablak nem visszafejthetőek. Ha, igen, itt nyilatkoznak. Nem lesz ideje beszaladni. Az előbb kellett volna, amikor nagyot mutatta. Nem. Az, hogy a nagy totálnál kellett volna berolni, a szűknél már nem tudod a szaladni. Jönnek már visszafele? Nem, szerintem még próbálkozik. Nem, akkor még ha lesz egy visszakonfia be a stúdióba, átadja a szót. Na most szaladj be, Jani. Most nagy képkivágás van, most beférnél. Ott, menj, állj, be kéne állni a sorba. Lehet, hogy a riporter belefordul még a kamerába, és mondja, hogy hát itt Fradi pálya, amit a szó a stúdiói, köszönjük szépen. Ott még akkor látszódhat a Jani. Most miért nem megy oda az egyik szkennerhez? Jani. Nagy volt a szája. Hogy tudnak ennyit beszélni erről? Na várjál. Jó. Áll a csávó egy öltönybe a kapuba. Szerintem ő már egyébként a szemes sarkából most, látja. Várjál, ne. Látja, hogy ott a Jani? Aha. A riport alany már látja. És lehet, hogy visszafordul a kamer, és a két rendőr már letepert a Jani, tudod? Nem csodálkoznék. Szerintem már jönnek vissza. Na miért, szóljál, látod, jó? Addig mondok közlekedési híreket.
az M0-es jól járható, és szeretem a krumplis tésztát. Ezt Pali küldte nekünk. Ez mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Igen, na most távol itt a kamera közben, most tudna belesétálni, most egy nagyon nagy totál van, ide beférne. Ott van! Gyerekek, bejött a Jani, és ugye a dupla öröm jelet bemutatta. Beleszaladt. Ott volt. Ott volt, elkezdett távolodni a kamera a beléptető rendszertől, és egy nagyobb totálba Jani belemett, föltette mind a két hüvelykujját, mutatott egy oké jelet, és kiszaladt a képből. Szerintem a Laci megdumált az operatőrrel, hogy jöjjön ki ilyen, vagy hátra húzta. Ilyen kis öröm elég az embernek, mi? Te, figyelj, ezek a legjobbak. Ezek a legjobbak. M3-as jó, tiszta, nincs fennakadás. Azt mondja, nem ég egy kocsi sem. Nem ragadtunk az alagútba, van áram, nincs ebola, a Dózsa-György úton nincs ülőhely, ezért állok állva. Aha. Ott voltál, ott voltál. Nagyon jó volt. Bátor vagy. Szerepeltem a TV2-n. Nagyon jó. Ez nem szerződés szegény. De, ezt akartam mondani, hogy ezért viszont az RTL letilt. Ha visszakapcsolnak, Zsuzsi, azok megkérdezzük, hogy reagál, vagy meghallgatjuk, hogy reagál-e rá. Az lenne, és hát ott átszaladt egy fiatal ember, tudjuk, hogy ki volt. Nagy kétszer látszottam, mert először a szkennernek az oldala ilyen fekete, és ott látszottál tükröződésben, de azt nyilván csak... Vártunk türelmesen a pillanatra, nagyon közel álltak a beengedő rendszerhez. Menjük. Az egyik technikus srác ki is szúrt. Igen. Hallgatjuk. És mi integetett, hogy ne. Nem, reklámra mentek el. Hanzba. Most megtárgyalják. Átbeszéljük, ki volt az ember, aki beszólt. Drukoltam neked, mert ugye mondtam, hogy nagy totál, most kéne bemenned, és abban a pillanatban meg is jelentél. Azt hittem, hogy a nagyon szűkbe belemászol, de az már nagy bátorság. A szegény technikus hát nem tudott szólni, tehát nem tudott jelezni a riporternek, hogy a kollégájának, hogy a hátul állt valami vevőrendszerrel, és nagyon vigyorogtunk ott a Lacival, szerintem már sejtette, hogy valami hát, lesz. És nem próbált megakadályozni testével megvédeni a riportot. Nagyon jól néztél ki. Ott a Jani, de bolond, imádom, írja valaki. Ilyen láttak téged. Nagyon jó. Életemben először szerepeltem a TV2-től. És milyen érzés? Hihetetlen. Minden csatornát megjártam már jó formán. Döbbened. De kár, hogy nem együtt mentünk, lassú voltam. Meg is vagyunk. Átszaladok a TV2-től. Basszus, tényleg. Az lett volna kevés. Mire kapcsoltam, már kirohantál. Az mekkora lett volna. Kéz a kézbe átszaladunk. Mi lehet? Szerződés szegény szerepet. Vagy kánkánozunk. Basszus. Az a baj, nem kapcsoltam. Erő még a kávémat is, hogy mire fölálltam volna, te már kim voltál. Az a baj, hogy annyira óvis vagyok, hogy ahogy megláttam a stábot rögtön, hogy nekem ott állja. És már ugye rohantam kifelé. Igen. Na jó, van, ez is megvan. Persze, tegyük ki, hogy ne. Na, megvan a kép, megvan. Figyelj. Ezt beleírhatom egyébként majd a szakmai életrajzomba? Persze. Mindenképpen, amikor lölt a szakmai életrajzomba, ez az RTL, ennyi Z+, ennyi HBO, ennyi TV2, 10 másodperc. TV2 Mokka, 6 másodperc. De így őt nem kell beírni. Tudod, úgy szokták csak, hogy évtől évig, tehát ő beírhatja, hogy TV2 Mokka 2014. 2014, TV2 Mokka, ennyi. És volt egyébként hallgatónk, aki már ott állt. Aki hallotta. Hallottam valószínűleg a rádióban, hogy kirohaltam, és már ott állt. Nézte, és nagyon vigyorgott. Kicsit bánt, hogy te is egyébként az Ördög Nyóri nyomdokaiba léptél, tehát, hogy ilyen teljesen váratlan. És nem beszéltem a Kolóval előtte. Nem szóltál a Kolosinak az RTL-nek, és csak egy átigazoltál, azért ez kicsit bánt. Basszus, egyébként azt tudod, hogy ez már ugye a második alkalom, amikor elhasztottad a lehetőséget. Mi volt az első? Amikor a Ferivel csináltak itt. Élőben interjút, akkor nagyon terveztük, csak jó, akkor volt a túl, hogy nem tudtunk bemenni. Akkor nagyon terveztük, hogy bemegyünk, hogy beintegetünk, hogy akkor meglegyen valami. Mert ugye az egy élő kapcsolás volt, kikapcsoltak ide, nem is tudom hova, a reggelből? Igen. A Mokkából. Basszus. Terveztük, hogy beintegetünk mögé. Miért nem csináltuk ezt? Ott egyszerűen az volt, meg egyszerűen nem lehetett bemenni, így tornyosult az egész stáb az ajtóba. Tehát, hogy félelőgösen, és kamera el balra, riporter jobbra.
Igen, az de nagy lett volna. Ferisszel kicsúszik egy csúnya szó. És tudod, ott nem is nagyon tudnak mit csinálni. Tehát ott élő adásban vagy, műholdas kapcsolás, a Klassz FM. Hát, ugye? Egyébként mit csinálna az oper? Szólnak neki, hogy nem utasd, nem utasd. Nem tud semmit csinálni, tehát most teljesen passz helyzetben voltak. Persze, de ha beidegetünk például a Ferihez, ott szóltak, hogy nem utasd, nem, miért? Figyelj, hát ott nem a világ legalapabb poénja, valljuk be őszintén, ahol stábban ott mindig megjelenik egy-két hazaintegető. Igen, Jani, 11-re gyere az irodámba, Kolossi. Jani, ebből a szögből egész helyes voltál. Na, igen, na, nagyon szépen köszönöm. Kéz a kézben mesztelenül kellett volna, ez kistarpas érte nekünk, igen. Péter, mindenképpen ott leszek, de én azt gondolom, hogy van az az összeg, amivel hűséges maradok a csatornához szerintem. Igen, csak ne pereljetek. Jani, minden csatornát megjártál? A Private Gold-dal mi van? Csak ezért kapcsoltam be a TV2-t. Puszi, a logójuk beleégett az LCD-nkbe. Na, meg is vagyunk, jó van. Na, jó van. És még csak 4:45 múlva. És már voltál, voltál a TV2-n. Gyerekek, úgy néz ki, hogy jár a MÁV. Hát jár, csak nem minden igen, vonalon. Mindenkinek jár, aki vonatra vált jegyet, de hogy... Mindenkinek járna, igen, aki tényleg vett jegyet. Nem, azt mondják, hogy most már működik, és minden oké, úgyhogy ne hívjuk őket, mert jár. Hát lehet, hogy ezt egyébként maga Bot Ferenc küldte, hogy ne hívjátok a MÁV-ot, minden rendben van. Aláírás Anett, tudod, és kérdő, Szabó Anett írogat. Ja, igen. Szabó Anett írogat nekünk. Írjátok meg nekünk, hogy mi a helyzet, jó? Hogy a Budapest-Vác vonalról sokan írták, hogy nem jár, néhány SMS jött, hogy mégiscsak oké, a Szobvác nyugati vonalon bizonytalan ideig nem közlekednek a vonatok, hogy akkor mi van. Jó, mert akkor rácsörünk a MÁV-ra, hogy várjatok a megállóban, vagy ne várjatok, próbálunk egy kicsit segíteni. Ajajajajajaj. Bocsánat, hogy visszaugrok erre a történelmi pillanatra, de az egyik kedves hallgatónk, Henrik írt egy nagyon-nagyon jó gondolatot, ami szerintem tényleg egy magas labdával kiagyott zicser. Én nem kiabáltam el magam, hogy csak a Kispest. Azért az még jó lett volna. Ez olyan, mintha én Újpesten pályára lépnék, aláírás Lipcsei Peti. A TV2 legnézettebb online anyaga született ma meg. Az biztos, hogy erre rákeresnek.